Kedves hallgatókat a Geek Király szigetének legújabb adásában. Egy kicsit, hogy ne kockoljunk be annyira a szerepjátékos témakörbe, arra gondoltam, hogy visszatérünk legalább egy adás erejéig a kicsit a szakmán vonatkozásában a szintetizátorok történelméhez. Ezen belül is volt egy nagyon fontos magyar időszaka az elektronikus zenének és a zenei történelmnek, már nevezhetjük így talán az egész korszakot, amikor is a Magyar Rádió stúdiójában létezett egy elektronikus zenei stúdió, tehát most így duplázom a stúdió, de hogy ez tényleg így volt. És arról beszélgetnénk az első adásban kedves barátommal, Szász Attilával, és kedves vendégemmel, Horváth Istvánnal, hogy ez az egész stúdió, tehát egyrészt Attila hogyan talált rá erre az elektronikus zenei stúdióra, és hogyan találkozott Horváth Istvánnal, aki annak idején Horváth István végig a Magyar Rádió Elektronikus Stúdiójának a hangmérnöke volt. Emellett Erkel Ferenc Díjas hangmérnök, jól tudom. Igen. Erkel Ferenc Díjas hangmérnök, és az ő szemszögéből kíváncsiak volnánk arra, hogy ez az egész a 70-es években hogyan tudott elindulni, hogyan állt a Magyar Rádió, meg a magyar, nem tudom milyen vezetőség, zenei vezetőség a rádióban ahhoz, hogy itt egyáltalán elektronikus zenével foglalkozzon a rádió, vagy legyen egy stúdiója, milyen nehézségekbe ütközött akkor a 70-es években beszerezni eszközöket a stúdióba, hogyan alakult, hogy mit tette lehetővé egyáltalán, hogy elinduljon, és a 80-as éveken keresztül, ha jól tudom, 90-es évek elejéig működött a stúdió? Nem, 2007-ig. 2007-ig. 2007 tavaszán akkor. Igen, mert sajnos végleg zárták be. Olvastam, hogy gyakorlatilag a 2007-es bezárása szinte napra egybeesik Pongrácz Zoltánnak. Igen, ez egy nagyon furcsa sorsszerű dolog, mert szinte egyszerre, ha jól tudom, Zoli bácsi 2007 márciusában halt meg, és a stúdiót áprilisban zárták be. Pongrácz Zoltánról még fogunk beszélni, ugye ő az egyik. Az Zoli bácsi, bocsánat, csak nekem meg így szokás volt. Tehát ő volt a magyar elektronikus zene egyik úttörője, akinek a kezdeményezésére elindult ez az egész, hogy legyen egy elektronikus stúdió a rádióban. Szóval Attila, egy kicsit térjünk rád, hogy hogyan kerültél azt kapcsolatba a Magyar Rádió elektronikus zenei stúdióval, és hogyan tudtad meg, hogy egyáltalán volt ez? Először is üdvözlöm a hallgatóságot. A dolog úgy kezdődött, hogy apám küldött nekem egy levelet, amiben István beszél, aztán 12-ben készült ez a videó, és az egyik híroldalon volt fent, ott tetszik beszélni, vagy beszélsz a Moogról, ugye? Lehet, igen. Volt egy interjú, amelyik egy kicsit szomorú interjú volt, úgy éreztem, mert mondott benne, hogy már nem csinálnak ilyet, már nem értenek hozzá, már nem így csinálják a dolgokat. De hogy apám, ugye, nem tudom, felkapta a fejét, mert imádja a régi dolgokat, ő egyébként ugye az a hobbija neki, hogy hányan hangfalakat csinál házi hanggeresítőket. Tehát ugye elektronika az neki minden, hogy ilyen hang és elektronika az neki minden bejön. Tehát ugye imádja a progresszív rock zenét, tehát ugye a Moog modulár az ugye az abban benne van, nagyon keményen. Emerson minden. És ugye minden egyből így, benne van. Mindenben benne van egyébként, igen, mai napig benne van mindenben egyébként. De hogy így átküldte ezt a videót nekem, és akkor azt így megegyeztem, hogy van ez a videó, meg van ez a szinti. Uh-huh. Aztán így egy éve később, talán 13 nyarán kezdtem el szintikkel foglalkozni. És amikor főiskolán jártam a Budapesti Metropolitan Egyetemre, aztán pont akkor nevezték el BKR fel arra, akkor ugye ősszel, 15 őszén kelt én a szakdogát. És azt a témát választottam szakdogának, hogy videójátékzenék technikai hátterének a története összevetve a szintetizátoroknak a technikai fejlődésével. Ez volt a témám. És ugye én már elkezdtem azt csinálni, volt a hangfoglalás, szerintem te is ott volt ilyen esemény hangfoglalás, az a Budapest Music Show volt ilyen. Hogyne, voltunk, igen. Szerintem a mai napig van ilyen. Szerintem COVID alatt nem volt, de most már látod, hogy megint szerintem van. Én mintha kaptam volna a hírlevelet, igen, hogy volt most. És nem követtem annyira, akkor valószínűleg visszacsinálták akkor. Aha. És az a lényeg, hogy én akkor arra is mentem, és ott volt, hogy az új Prophet 6, ami az ott az új, ugye a 10-es évben analóg reneszánsz van azóta is, és ugye az volt az első klasszikus stílusú analóg szintén, polifonikus analóg szintén kiosztak, meg ugye akkor volt a Korg megvette az ARP nevet, mert visszatérjük az ARP-ra milyen jelentőség a stúdiójába, és ugye a ARP Ödösszinek
kiadták ezt a kicsinyített változatát, ugye gyakorlatilag újra kiadás. És ugye azok úgymond klasszikus szintig voltak, de mondtam a konzolensőrnek, Liszka Tamásnak, hogy az jó neve, ami igazi régit kipróbálni, ugye. És akkor én így eszembe jutott, hogy hallottam, hogy ő, akkor azt a múzeumot folytották 15-ben, ő a projektben benne volt egy részében. És akkor mondtam Tamásnak, hogy összehetne ezt esetleg hozni, mert megtudtam, hogy ott van még mindig a Moog, akkor ott volt még mindig a Moog. És akkor mondtam neki, hogy akkor hát akkor össze lehet hozni, és akkor adott neki egy e-mail címet, leemailztem, leveztem, és akkor apámmal oda mentünk, kipróbáltuk. Működött egyébként, borzasztó hamis volt, de működött. Egyébként hozzáteszem a kedves hallgatók számára, akik nem nagyon vannak a szakmában benne, hogy ez a Moog szintetizátor, amiről beszélsz, ez egy gyakorlatilag a régióban egy egyedülálló hangszer. Szerintem ez egyetlen eredeti Moog az egész országban, az biztos, eléggé valószínű. Én tudok még egyről. És az is ilyen nagy? Szerintem annak a testvére nagyon rejtélyes a dolog, mert akartak egy filmbe forgatni vele a szintetizátorral, és mondtam, hogy sajnos ezt én nem tudom, hogy hol. És valahonnan itt Magyarországon találtak még egyet, saját tulajdonban van. Nem emlékszem sajnos a nevére, de egy teljesen komplett, nagy ilyen moduláris Moog volt ez. De a... erre T70-es évben régi? Hát gondolom, igen. Tehát hát nálam még a Moog 3C, tehát a... Valójában az M3C, mert kitérek, nem is igazi 3C az egyébként, hanem egy egyedi darab, de van, de kitérek akkor, ami önöknek volt. Hát egyedi darab, de az attól is egyedi volt, hogy a modulokat én válogathattam össze. Tehát voltak ilyen készletek, hogy mit lehet belerakni. Te válogattad össze az egész összetapot? Hát nem, mert mi készen kaptuk. Értem. Ez már a szintetizátor megvásárlásával Tudom, igen. Egy hamburgi kereskedőnél állt ez a gép, és valahonnan, nem tudom, kiterítette ki, hogy az ott van, és meg akart szabadulni tőle, mert egy éve ott volt, és nem tudta eladni. Ez csak így, hogy a hallgatók elképzeljék, ez mondjuk úgy lehet kinézetre leírni ezt a hangszert, mint mondjuk egy ilyen... Telefonközpont. Jó, de mondjuk egy akkora szekrény, mint a nagymamának az edénykészletét, amiben tárolod. Igen. Hát nagyjából 130 centi magas, nem értem egyébként, nagyjából ott körül van. Hát ilyen emeletekből, ilyen polcokból. Polcokból. Ilyen polcok, igen. Kis szekrények tulajdonképpen, nem polc, mert ez egy zárt doboz volt. Igen. De már ők eleve úgy árulták, hogy a moduloknak meg volt teljesen szabályos helye volt, hogy hát ilyen voltak ilyen egy WCA helyéről be lehetett tenni egy bemeneti csomagpontot, vagy valamit. Tehát ilyen úgy variáltam össze, hogy akartam, mennyi belefért. Tudom én, egy ilyen jó méter széles volt. Hát ugye úgy volt, hogy voltak összeadott konfigurációk, és lehetett egyedileg is kérni bármit igazából a modulokból, összerakták. Tetszőlegesen, tehát tehát különböző... így is lehetett, meg úgy is. Tehát ez egy lényeg, az mondjuk egy ilyen pianino nagyságú szekrény, amiben bele kellett dugdosni kábeleket, és úgy nézett ki. Ugye a nagy jack kábeleket, nem a kicsit, mint mobiltelefonokban, hát most már nem van a telefonokban, de már régen volt, hanem a nagyot kellett ugye beledugni. Igen, normál, úgy ez a normál jack, a 6-3-as, igen. Akkor most már ezt is tudják a hallgatók, hogy a 6-3-as jó bele, nem a kicsit. Negyedszoros, igen. Nem a mini jack. Igen, negyedszoros, amcsik úgy mondják. Szóval az a lényeg, hogy Attila, te elindultál ennek a Moognak a hogy mondjam, szagot fogtál, és elindultál. Így van. A Moog után. De ez még nem a vége a sztorinak, ugye? Tehát igazából itt kezdődik a lényegi sztori, mert ez 15 novemberében volt, és akkor ugye kipróbáltuk, működött, egyébként ott is elmesélték ezt a történetet, hogy vették meg, amit István mondott előbb, azt nekem is akkor pont, hogy mondtad, mert azt ugyanezt elmesélték nekem már akkor is, ott a múzeumnak egyik alkalmazottja. De ugye az volt egy két probléma, volt egyrészt, hogy azon kívül hamis volt, és látszott, hogy nem volt használva, a másik baj az volt, hogy én akkor még nem tudtam aztán nem Moogot, tehát szintisztem akkor már egy 2 éve talán, de én nem voltam annyira jártas benne, és sem magában Moogban sem, tehát így nagyjá, igazából értelmes dolog volt, nem tudtam rajta még összekötni. Hát ez, bocsánat, visszatérve, ez nem úgy működik, hogy mint a mai, mondjuk egy átlagos felhasználó számára, hogy elképzel egy szintetizátort, bekapcsolja, leül elé, elkezdi nyomkodni a gombokat, és szól. Tehát ez és úgy, vannak hangszerek, akiket tud választani. Igen, tehát ez nem úgy működik. Össze kell kötnöd. Ez egy nagyon bonyolult rendszer, be kellett hangolni, így van, a így modulokat van. Egymáshoz igazítani. Nem úgy volt, hogy gyorsan bekapcsolod, és már leültél mellé. Hát és nem hangszer volt tulajdonképpen, csak számítógép volt. Ez inkább olyan volt, mintha hegedűt akarnak építeni, igen, és azt mondanák, hogy itt van egy darab fenyő, meg itt vannak ilyen birkabél ugrok, és tessék, építsél egyet. Gyakorlatilag ez olyan. Tehát gyakorlatilag egy hangot épít. Hát a Moognak ez volt a nagy találmánya annak idején, 60-as évek közepén, mikor ez bemutatta, hogy ő jött rá arra, hogy ezeket a dolgokat feszültségvezérelt eszközként lehet használni. Tehát mindent mindennel lehetett vezérelni. Fantasztikus dolgokat lehetett csinálni, különböző modulációs
típusokat lehetett beállítani. Vibrátó, tremoló. Mindent az égvilágon. Egyetlen nagy baja volt ennek a rendszernek, de hát az a sajátossága volt, ugye, hogy hát ami a rádióba került, az például még nem integrált áramkörös volt, hanem teljesen monolit félvezetőkből. Diszkrét, azt mondom, az a hőmérséklet stabilitása, ugye ma már ez szinte ismeretlen fogalom, de... Az a vicc, hogy már nem. Megint nem. Azért mondom, hogy előtte elektroncsöves, a félvezetők is hőre érzékenyek voltak, megváltozott a paramétere. Tehát az volt a maximum, amit megcsináltak, hogy az ilyen hőérzékeny dolgokat, a tranzisztorokat egy kupak alatt a két házat összerakták, és akkor legalább együtt melegedjenek. Például ilyen trükkök voltak, de mondom, a lényege az volt, hogy minden eszköze feszültségvezérelt. Uh-huh. Akár kívülről, akár belső vezérlőjellel. Tehát ettől volt nagyszerű ez az egész. Volt a Buchlától kezdve egy csomóan nagyjából egy időben, a 60-as közepén. Buchla picit előbb volt két évvel. Lehet, de az, hogy mikor a MOOC bemutatta ezt a szerkezetet, és ez az egésznek a jövőjét meghatározta, azonnal lecsaptak rá a könnyű zenészek. Tehát nem, mert mi, ami a stúdióban dolgoztunk, elsősorban a klasszikus zenével úgy határoztuk meg, hogy elektronikus kamarazene, mint műfaj. És a MOOC, amikor bemutatta az első szintét Amerikába, akkor rögtön az Emersonék mindenki lecsapott rá, és óriási lehetőséget látott benne. Mert sokkal egyszerűbb volt ezeket használni, mint a régi. Meg sok oldalú volt. Először komoly zenészek mutatta be, komoly zenészetnek, de igen. Azoknak nem annyira tetszett a billentyűzetéként, mert ők valami nagyon alternatívat akartak. Hát, és ugye akkor volt Wendy Carlos, ugye, aki csinált egy Bach-feldolgozást lemezt, mert azt hallották nagyon sokan. Az dobta meg az egészet, igen. Felkapták, igen, és Emerson is például azt hallotta, és azért kezdte érdekelni. Tehát nagyon sokan azt hallották, sőt az ARP cég alapítója Ellen Robert Perman, ő is azt hallott, és azért kezdett szintiket építeni például. Érdekességképpen mondom. Hát ez nagyon sok akkori nagy hatású. Az ARP más filozófia szerint csinálta, az is zseniális szerkezet volt. Ők voltak fő riválisok abban az időben, ugye, a MOOC-nak. Igen. Szóval. Ugye, akkor visszatérhetek azt. Visszatérhetek. Szóval az volt igazából, hogy utána volt 16-ban hangfoglalás, megint kimentem oda, családra kimentünk, és így megyünk a Hitspace Cintiboltnak a standjánál. És akkor is meghallja apám, hogy valaki Emersont játszik. Minimógon, szétnézzük, ott van egy Minimóg. Akkor adták ki újra Minimógot 16-ban, ugye egy évig átadták, most megint kiadták tavaly a Minimógot. Ja. És akkor is kiadták, és akkor nézzük, ki játsza ezt. Hát egy 14 éves srácot tolja. Mondja apám, menjél oda, beszélgessél vele. Oda mentem hozzá, kezdi mutogat nekem, hogy ez csinálja, azt csinálja, amazt csinálja, előveszi a telefonját, mutogatja, hogy Emersonnak a moduláriát, hogy ez a modul ezt csinálja, azt csinálja, és minden vágyam az, hogy játszok egy igazi moduláron. Ő volt a Karmár Boti. Akkor ismerkedtem meg vele, és akkor mondta neki, hogy ide figyelj te, Boti. Tudok egy moduláról, lehet el tudom intézni, hogy kipróbálhassad. És akkor az volt igazából, hogy 17 februárjában én már megvolt a kontaktom múzeumon a Tamás miatt korábbról, akkor leveleztem, és akkor muzeológus Herpai András, aki akkor volt muzeológus, az írt vissza, hogy nekem, ő írt vissza nekem, hogy igazából, hogy nem működik, de meg lehet nézni. És mondtam Botinak, hogy sem működik, de akkor is, hát akkor menjünk el és nézzük meg, hát most mi van abban. Oda mentünk, kiderült, hogy ugyanúgy volt beállítva, ahogy én hagytam 15 novemberében, és le volt tekerve, abban a keverőben az egyik hangerő, és nem tudom, miért tettek hozzá, nem tudták, hogy miért nem működik. Azért, mert letekertem a hangerőt a legvégén. Ezt mindenkinek elmondom, mindenki nevet rajta egyébként ezen a sztorin. Tehát oda mentünk, pár perc múlva szólt a MOOC. Meghallotta az András, odajött hozzánk, és akkor meggyőződő, nem sokkal azért került oda, és ugye tudta, hogy mi ez. És szerettem volna hasznosítani, tehát ő neki az volt az elve, vagy interaktív kiállítás, ugye eseményekkel, stb. És ugye fel akartam dobni az egészet, és kiderült, hogy a MOOC működik, és mi tudjuk használni, mert akkor már sejtettük, utána néztünk azóta, hogy működik, tehát akkor már jobban tudtam használni, mint 15-ben. És akkor ugye az volt, hogy meghallott, és akkor mondta, hogy szeretne koncerteket, demókat, meg járassuk be, tapasztaljuk ki. Úgyhogy igazából az időszakban volt, minden héten jártunk, vagy egy héten kétszer is van is volt. Tehát, nagyon sok. Tehát az időszak ez 19 áprilisáig tartott, 17 februárjától az időszak, amikor rendszeresen oda jártam, meg jártunk Botival. Nem mindig tudtunk együtt menni, volt, hogy csak ő ment, volt, hogy csak én, de komplet délutánokat töltöttünk ott a MOOC-kal. Bocsáss meg visszatérés, hol volt ez pontosan? Ez a rádiós televízió történeti kiállítóján, tehát ugyanaz a helyen, ahol a Istvánnak a 12-es interjú a készült, ugyanabban a múzeumban, csak akkor fel volt újítva addigra már, és ez a Pollak Mihály téren volt rádió archívumában most. Ugye ez a múzeum, ez sajnos ugye ez megszűnt azóta, mert Covid alatt bezárták, és ugye összevonták azt hiszem, az anyagát a Óbudai Székházban lévő látogatóközpontival, és ugye most már a MOOC ott van most jelenleg egyébként tudtommal, de az nem lehet csak úgy látogatni, hanem előre
egyeztetett diákcsoport időpontot erőegyeztetve diákcsoportok mehetnek oda, tehát nem lehet csak úgy besétálni oda, hogy, hogy jó napot kívánok, nem tudom, stb. És használni se lehet? Hát azt nem tudom, tehát sajnos itt megszakadt a dolog. Próbálkoztunk Botival ezzel intézkedni, és volt ismerősöm a MTV-en, aki ott egy, ő volt a Petőfi Rádiónak a igazgatója is egy ideig, de ő sem tudott sajnos segíteni, például nagyon szeretett volna, nem tudott segíteni sajnos, mert látszik, hogy ez ilyen nagy cégek szeretek, azok már csak ilyenek, szerintem. Hogy így a egyik részlegen ez van, aztán a kommunikáció lehet elakadt félúton, nem tudom. Azt mondták, hogy megadták nekik az e-mail címünket, meg a lehetőségeinket, tehát hogy tudtak volna minket keresni ott a látogatóközpontból, hogyha kellett volna valami, hát azóta se kerestek. Szóval itt van egy nagyon nagy probléma az egészben, tehát ez a MOOC szintetizátor mai napig működhetne. Bajával tökéletesen működik egyébként. Nem, miért lenne baja? Az a baj, hogy amikor megszüntették a stúdiót, hát akkor már működött egy kis együttes, amelyik elektroakusztikus zenét játszott. Az ír együttes, ugye? Az ír együttes, igen, a Sugár Miklós szervezte, és ő vezeti a mai napig. És hát teljesen padlón voltunk, mert a kettő, a stúdió, meg az együttes együtt dolgozott, tehát ez volt a legtermészetesebb dolog. És amikor bezárták, hogy na most akkor meg vagyunk lőve, mert az összes eszköz gyakorlatilag a park, amivel dolgoztunk, az a stúdióban van. Az együttesnek olyan dolgai voltak csak, ami a koncerteken kellett, effektberendezések, ilyesmi. És mindent megpróbáltunk, megnéztük, hogy értékében a nyilvántartás szerint, hogy mennyibe kerül, és hogy ezeket kivásárolnánk. Uh-huh. Rengeteget revelezgettünk a vezetőséggel, utoljára már a rádió elnökével is próbálkoztunk, és azzal utasították vissza a MOOC-ot, hogy azt nem adják el, mert az milyen rádiózás történeti muzeális tárgy. Aha, na most ettől kezdve ez egy teljesen működő valami, ez olyan, mintha egy embert nagy betegen eltemetnének azzal, hogy erre már nincs szükség. Hát vagy mondok egy közelebb példát, ez olyan, mintha lenne, tehát van egy Steinway zongora, amit azért nem használnak, mert hogy múzeumban való, pedig... Mert már régi, pedig ugye az csak jobb lesz az idővel. Nekem pont ez volt az érzés, amit mondasz te is, meg tikettel mondtok, tehát hogy mi Andrással, Botival, mi egy aktívan használható, jelenleg is akár mai modern sülőközetben egy kis kipofozással használható hangszernek láttuk. Lehetett volna rendszeresen játszni rajta, bemutatózni, de valamiért András nem tudtam meggyőzni a felsőzetést, hogy erről. Hanem az a felfogás látszott, hogy és le is söpörtek mindent, amit mondtál István, ugyanez a felfogás látszott, hogy ez csak egy muzeális darab. Hát csak az a baj, hogy amikor már ti hozzájutottatok, az már egy lepusztított valami volt. Valójában mert... annyira nem egyébként. Hát voltatok is, kontakthiba volt rajta. Nem az, volt azok ez. Mindig voltak, nem az a probléma. Hanem például a kábelek, összekötő kábelek elvesztek, olyan kibeben kábelek mi hoztunk pótkábeleket magunknak. Lehet gyártani, mert csupa ilyen normál jack, és úgynevező normál jack. Nem, ez nem volt gond. Ez nem volt. Tehát, hogy minimális de felpofozással. Persze, mert eredetileg ez egy színkódolt. Valami volt különböző hosszúságú kábelek, igen. Mert volt olyan egy méteres kábel, volt 20 centis, és azok külön színkódolták, meg voltak hozzá ilyen véletlen generátorok, ami külső forrásból dolgozott, és ugye a feszültségvezérelt eszközöket nagyon jól lehetett ezzel stimulálni valamilyen módon. És ezek mind eltűntek egyszerűen, senki nem tudta még olyat sem, hogy a hálózati kábel hova. András nem tudta keríteni. Lehet, hogy ezek ki lettek akár dobva is, vagy bármi. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mi történt ezekkel. Jó, hát akkor most azt meg tudjuk állapítani, hogy az a MOOC, ami gyakorlatilag elkezdte pályafutását egy időben az elektronikus zenei stúdióval, és a mai napig egy működő hangszer lenne, az most benn van valahol. Egy ilyen Indiana Jones-os Fridláda. Nem, ott meg kettő térben, tehát láthatják, hogy oda mennek. Akkor itt lehet látni ellentétben, látni ugye lehet, a Fridládával, de hogy itt ez bent van egy vitrínben, pedig egyébként ezt, hát most nem mondom, hogy keressenek rá erre a típusra a neten, hogy mennyiért mennek el gyűjtőknél, de hát ezeket a hangszereket, de valami iszonyat pénz. 10 millió forint. Tehát ez egy akkora biztos befektetés lenne. Ez tényleg olyan, mintha egy nagyon jó minőségű Stradivárid lenne, ami csak a vitrínben mutogatsz a látogatóknak, ahelyett, hogy odaadnád a Yehudi Menuhinnak, vagy valaki menő hegedű művésznek, hogy használja. Mert ezt használni kellene. Hát még van azért pár adalék ehhez, még, hanem haragszatok. Nem, mondjad. Ugye mi elkezdtük, az egyik bencsületet fel is tudtuk újítani teljesen, mert annak a kontaktjait azt kicseréltük, folytottuk, kitakítottuk a potmétereket, ugye a főtápegységet karbantartva, a szekvenszerére nem jutott időm, a szekvenszernek ugye külön tápegysége van, ugye az mindig furán működött.
Meg ugye kellett volna még trimmereket kalibálni benne, meg kicsinni benne, azt kellett volna igazából csinálni, de a komoly baja tényleg nem volt egyébként. Tehát igazából nagyon jó minőségű fejteket tudtam készíteni, Geri már hallott őket szerintem. Majd meg fogjuk osztani a podcast oldalon, most sajnos nem fogom tudni bejátszani, de a linkeket felrakjuk meg a mintákat. Jó, jó. Tehát hogy alapvetően alapvetően tök jól működött tényleg, és kicsit szerintem egy max 100 000 forintos ráfordítása meg lehetett volna csinálni. Lehet, hogy, még 100 000 forintból kábeleket venni, vettünk bele egyébként égőt a szekvenszerbe, meg kiégett, azt sikerült megcsinálni. Tehát valamit elértünk, valamit csináltunk. Igen, speciális telefonizzók voltak. Amerikában meg lehet venni simán egy boltból egyébként, csak hát a szállítási költség az nem volt, csak a technikus saját pénzén vette meg egyébként megérte. Kezdetben még Magyarországon is lehetett kapni, aztán ugye a telefonközpontok, ugye a digitalizátorok már nem volt szükség lámpára. Konkrétan az volt, hogy a technikus saját pénzéből is vett alkatrészeket hozzá, mert nem tudta rávenni az András vezetőséget, hogy túl sok minden finanszírozna, tehát igazából magánakcióba csináltuk ezeket a felújításokat, a részleges felújítást. Nagyon szomorúak voltunk, hogy ez így alakult. Tehát, hogy, de ettől függetlenül így is, mondom, működött, tehát lehetne tök jó használni. Például csináltak egy nagyon jó, sikeres múzeumok éjszakáját 17-ben, ahol Benkő Laci is személyesen eljött, és ott tökéletesen működött. Omegának a billentyűs. Így van, így van, így van, igen. Sajnos már nincs között. Már igen, nincs akkor is már szegény beteg volt egyébként, és ő is mesélt csomó dolgot. Egyébként ő is interjú alanyom volt azokban a videóban, amit diplomunkához csináltam, és itt érnék rá akkor diplomunkára egyébként, mert ugye ez annak azt, hogy nagyjából mondd el, Léci, hogy mi igen, volt. Igen, tehát az igazából úgy volt, hogy a egyértelmű vált számomra, hogy akkor szakdogáltam a momé már, mint mesterképzésen, hogy akkor a hírstúdióból kell írni. Tehát az egyértelmű vált, hogy akkor itt a MOOC, elkezdtem kutatni a történetét, tehát akkor ez kézenfekvő volt, hogy erről írom a szakdogámat. Ugye Téma József tanár úrnak a ő volt a konzulens, az ő útmutatásával történt ez. És akkor ugye az interjúban megvolt már Istvánnal és a másokkal is, tehát azokat is felhasználva, meg rengeteg más forrás felhasználva, és akkor összerakni nagyjából egy egész dolgot, egy ilyen, azt hiszem 18 oldal szaddogát kellett írni, az meg is lett bőven belőle egyébként simán ebből a sztoriból. És ugye a diplomamunka aztán ehhez kapcsolódott, hogy azt találtuk ki az Andrással, hogy lehetne csinálni egy szintis témájú időszaki kiállítást a múzeumban. Ugye elkezdett csinálni különféle időszaki kiállításokat, ugye, és mondtuk, hogy akkor mi ott van ez a MOOC, akkor építsünk egy szinti történeti kiállítást. És ugye a Tasnár József konzulensem, aki a diplomunka konzulensem volt, ő is belement ebbe, és akkor elkezdtük megtervezni ezt a kiállítást. Meg is terveztük, tök jó koncepciót összeraktunk, szerintem te láttad is, Geri. Igen. És ugye az volt a diplomunka. Már ott tartottunk, hogy szintén kölcsönzését szerveztük. András mondtam, hogy na most mi van, mi van. Nem néz ki találni, a vezetőséget nem érdekelte. Nem ebből semmi, csak terv maradt. És mit gondoltok egyébként, hogy ez azért van, mert egy átlag rádióvezetőség felől érkező mondjuk ember számára ezek a dolgok annyira kínaiul vannak és érthetetlenek, hogy inkább jobb, hogy nem foglalkozik vele, vagy egész egyszerűen más, nem ezt érzik a fő irányuknak. Szóval Magyarországon ez nem tudom mai napig hogy van hivatalból, tehát az oktatási szintjén, de azok a zeneszerzők, akik abban az időben aktívan dolgoztak, amikor ez a stúdió létrejött meg abban az időszakban valamikor, hát senki nem foglalkozott. 2-3 ember volt, tehát akit meg lehet említeni, a Patasics Iván és a Pongrácz Zoltán, ők ketten 60-as években már tanultak külföldön, tehát őket érdekelte, ismerték. De hát a közben, amíg ez így létrejött, akkor teljesen értetlenül látták az egészet, hogy ez most miért kellene. Tehát a rádió régen úgy működött, hogy volt egy zenei főosztály, volt egy műszaki főosztály, szóval különböző dolgok voltak, és ezek próbáltak egymással kommunikálni, hogy együtt működjenek. És a zenei részről nem akarták megérteni, hogy ez micsoda, mert egy teljesen új dolog, tehát mit kezdjenek vele. És hogy a klasszikus zenétől ez marha messze van, ugye, mert pont azért találták ki ezt az egész elektronikus játékot, hogy szabadulni akartak azoktól a kötöttségektől, amik a hagyományos zenével, hangszerekkel előállíthatók. Ez pont az volt a célja, és ennek már a 20. század elején voltak jelei, konkrét zenétől kezdve a legkülönbözőbb szintetizátor kísérletekkel, amik előfordultak. Hogy olyat kell csinálni, hogy nekem kell megépítenem a hangszert. Ott van a rengeteg generátor, mindenféle kütyük hozzá, szűrők, mindenféle egyéb szerkezet. Nekem össze kéne rakni egy hangszert. És abból majd valami lesz, de hát ezeket meg kell tervezni. Na most a zeneszerzők képzés Magyarországon mai napig is, nem tudom most mennyire kötelező az elektronikával foglalkozni, de alapvető akusztikai ismereteket sem tanítanak.
Hát pedig nem, anélkül nem működik a dolog, mert azt tényleg össze lehet hozni, hogy mindenféle generátorokat összekapcsolok, és akkor elkezd rotyogni, fortyogni, fütyörészni, és akkor így rácsodálkoznak, hú, a mindenit ez, igen. Na de mit kezdjek ezzel? Szóval komponálni kéne. Pongrácz Zoli bácsi mondta mindig a növendékeinek, mert 20 évig tanította az elméleti részét az elektronikus, elektroakusztikus zenének, hogy a idézett, nem tudom, kinek az honnan származott, de magyarul nagyon igaz, hogy a zene ítélőszéke a fül. Most bármit én vartyoghatok, játszhatok bármit, én ezt meghallgatom, és azt mondom, fú, ez bitangron, de ez nekem nem kell. Így tényleg nem lehet. De ahhoz az kellett volna, hogy már iskolában a képzés olyan irányba menjen, hogy hát ezekből lehet valamit csinálni. Tehát hát ez már az eszközök, amik igen. Ugye megvannak az eszközeim, tehát tehegedő építés, ez ott van a vilső, vagy alu, a minden. Itt vannak a generátorok, ott vannak mindenféle kegyerék, össze kell rakni, és egy értelmes dolgot összehozni. De, és nincs megtervezve. Tehát az a valami, amitől az valami esztétikai hangzó élmény tartalmazna, az teljesen hiányzik belőle, mert hát ez az egyik nagy rákfenéje az egésznek, hogy lehet lejegyezni egy ilyen zenét. Tehát ugye mi az lenne, hogy hát a hagyományos módon megírtuk a kottát, ugye. És akkor azt úgy valahogy lehetett értelmezni. Néha kicsit oda kellett írni, hogy mire gondolt a szerző. De hát itt ilyen nincs. Szóval a Pongrácz Zoli bácsinál, ő még ugye a 60-as években tanulta Utrechtbe a alapdolgokat, ő nekik még úgy magyarázták el, hogy meg kell konstruálni valamilyen rendszert, matematikai, vagy valamilyen módon, de valahogy rendszerbe kell foglalni, hogy milyen hangmagasságokat, milyen hangszíneket akarok előállítani, azok mennyi ideig, hol szólaljanak. Hát, bocsánat, hogy ehhez szükség van gyakorlatilag egy minimális elektromérnöki tudásra, tehát valamilyen szinten azért legyen tisztában az ember a működésével. Egy kis hangmérnöki tudásra is kell azért szertenni, hogy az ember tudja, hogy milyen frekvenciatartományt hogyan lehet miként rögzíteni, és mellette akkor kell egy zeneszerzői agy is, amivel össze kell kombinálni, és gyakorlatilag ez olyan, mint hogyha egy új hangszert az ember meg kell tudjon tanulni, használni. Akár egy zongorát, vagy egy hegedűt. Így van, pontosan. Na ez az, amit mondtam az elején is, hogy ez mai napig úgy van, hogy nem tudom igazából, hogy most a Zeneakadémián, az ottani elektronikus zenés stúdióban hogy tanítanak, tehát tudom, hogy eszközeik nagyjából mik, de hogy mit tanítanak, hogy tanítanak, azt nem tudom. De az a baj, hogy az a zeneszerző generáció, amelyik ebbe a 60-as évek vége, 70-es, 80-as években dolgozott ezzel, fogalmuk nem volt az egészről, tehát ők rá voltak utalva arra, hogy valakivel együtt dolgozzanak, aki érti ahhoz, hogy ezek az eszközök, amik itt vannak, azokat hogy lehet használni, és abból mi születik, ha ezt csinálom, vagy ha azt csinálom. Hát kellett neki gyakorlatilag egy technikus mondjuk, akinek megmondták, hogy csavarják. Így van. Tehát külföldön, meg ha megnézzük, igazából már a Hitchcocknak a filmeiben szinte a 40-es, 50-es évektől már megtalálhatjuk a korai elektronikus hangszereket, és az ő zeneszerzője alkalmazta a Teremintől elkezdve ezeket, amiket hát te is mondtál. A Teremin egy zseniális dolog, a mai napig állítólag óriási klubok vannak Amerikában. Igen. A mai napig ugye gyártják, és nagy a népszerűsége. Megjegyzem, bocsánat, a Moog is gyárt, és a Moog maga úgy kezdte a cég is, hogy ő maga is, hogy házilag összerakható Teremin szetteket gyártott. Igen, az volt az tehát első, igen. És ezt szinte azt lehet mondani, hogy a nyugaton az első pillanattól kezdve megtetszett és felhasználta az alkalmazott zeneszerzői réteg, hiszen olyan pluszt adott nekik a munkában, ami mind a ugye filmekhez, reklámokhoz, vagy egyéb zenékbe, ha berakták, egyből így kinyílt a világ, és egy plusz hangszer tudtak hozzárakni. Szerintem a 60-as, 70-es években a zeneszerzők szükségből meg is szerezték ezeket az alapvető ismereteket. Tehát azok, akik már az időszak alatt én rengeteg elektronikus zenét hallottam, és ugyanúgy, mint a klasszikus zenébe, ott is vannak nagyon jó zenék, és nagyon rossz zenék, tehát a műfajban. De ez semmivel sem külön, mint a hangszeres zene. Tehát ott is
csinálnak bocskosságokat, ami azt mondják, hogy hát ezt most előadtuk, de aztán felejtsük el. Remélhetőleg nem vették fel, ugye? És igen, remélhetőleg nem rögzítették. Egy ilyen gyors kis anekdótát elmondok, amit lehet, hogy mondtam az előző adásban is, csak így mindig ez ugrik be, hogy egyik ilyen nagyon első Moog szintetizátort, azt a Moog cég odaadta, ha jól emlékszem, vagy megvette tőlük, vagy ajándékba adták Mick Jaggernek, aki ugye a Rolling Stonesnak volt az énekese. A Mick Jagger akkor szerintem nem nagyon fogta föl, hogy miről van szó, és csinált egy kísérleti rövid film alá. Azt mondják, nem tudom, majd megosztom a linkjét, hogy az az első olyan rövid film, aminek már elektronikus zenei aláfestése van, ami egy ilyen teljesen furcsa, ilyen pszichedelikus valami sztori van mögötte, és lehet hallani a zenén is, hogy na most a Mick Jagger itt valamit tekerészett a gombokon, de hát nem igazán tudta, hogy mit lehet ezzel csinálni. A vicces dolog egyébként az a hangszerrel kapcsolatosan, hogy ezt ő eladta, mert nem nagyon érdekelte, és a Tangerine Dream nevezetű együttes vette meg tőle. És ők aztán meg elkövettek vele egy-két hasznos dolgot így. Az már történelem, ugye? Szóval, visszatérve, akkor meg mondod, jó is, hogy mondod, hogy történelem. Egy kicsit, ha lehet, kanyarodjunk vissza az egész elej születéséhez a 70-es évekbe, amikor... Ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy 73-tól, nem hivatalosan, de 75-től tekinthetjük úgy, hogy hivatalosan megalakult ez az elektronikai stúdió. De voltak előzményei, azt hiszem, mesélted István, nekem volt, még ott pár dolg előtte azért. Hát erről egy kicsit így el tudnánk kezdeni. Annyi előzménye volt, szóval nem az volt az első találkozás az elektronikával, hanem már ott volt egy ilyen hangmérnök csapat tulajdonképpen a rádióban, 8-10 ember gyakorlatilag. Akik között volt olyan, akik úgy motoszkált a fejükbe, meg olvastak róla, meg ilyesmi, és kezdtek érdeklődni ilyesmik iránt, és valahonnan a televíziósok, nekik mindig sokkal több pénzük volt, mint a rádiónak, és akkor még két intézmény volt, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió, szerintem összeolvasztották. És ez a Brodyba volt, ugye a központ akkor? Hát meg volt osztva. Vagy több helyen volt. A Szabadságtéren volt a tévés központ, a Bródi Sándor utcában a rádiós. Mind a kettő komplet intézmény volt, aztán összeolvasztották. Szóval, hogy... Hol tartottunk? Az előzménye, hogy az egész hogy született meg, és előtte mi ugrott be az emberek fejébe, hogy mi motoszkált a fejükbe. Szerintem a televíziósok megvettek egy AKS szintetizátort, ami IMS a korának egy zseniális szerkezete volt, az mindent tudott picibe. Csak a közönségek mondom, hogy ugye egy nagyon hasonló változat használta a Pink Floyd együttes az On the Run című számban egyébként. Nem pont ugyanaz, de majdnem ugyanazt használták. Onnan az a legkiesebb IMS-es szám. És egyébként egy érdekességet megjegyzek, hogy nekem Benkő Laci az ugyanerre a szintről beszélt, hogy nekik az demozták. Lehet, hogy ugyanazok az emberek. És ezért kezdtek ők is érdeklődni a szintik iránt. Csak így megjegyzem. Lehet. Ez nem derült ki igazából. Csak nekünk a kezdet az volt az ismerkedés, hogy kölcsönkértük ezt a masinát a televíziótól, de valószínűleg nem nagyon hozzáértők kezdték, mert szanaszét volt berhelve az egész, szóval teljesen... És ez a Moog-hoz képest egy mekkora hangszer volt? Hát ezt most úgy képzelik el, mint egy nagyobb laptop. Aha. Tehát akkor egy kicsit vastagabb, kicsi volt, ez egy kis táska volt tulajdonképpen, akkora, mint egy aktatáska tulajdonképpen méretében. És ez is ilyen telefonközpont elven működős? De milyen? Nem úgy működött, jól emlékszem, úgy működik, hogy ilyen kis tüskéket kell berakni egy táblázatba gyakorlatilag az aljába. Szóval ott többféle módon lehetett dolgozni, és különböző tüskék voltak, mert ez ráadásul nem egy egyszerű valami volt, hogy egy kontaktot rétehozok, hanem három lépcsőbe. És különböző tüskék voltak, hogy attól függ, hogy én mit akartam csinálni. Mennyire hasonló az a valamire, ugye? Hogy mire hat ez a tüske. És az erősség hatásnak, ugye? Különböző színek voltak, és a Matrixot nem tudom már, hogy hány lépésből 20-20 vagy 20-20-as, vagy mekkora volt. Mindegyikhez hozzátartozott valami, és hozzá tudtam rendelni. Tehát állati bonyolultnak látszik, de aki kicsit beleásta magát, az rengeteg jó dolgot tud csinálni. Én azt onnan tudom, hogy mi akkor úgy játszogattunk vele, meg vartyogott, meg jópofa dolg volt, úgy ismerkedtük, aztán vissza kellett adni. És én onnan tudom, hogy ez nagyon jó ketyere volt, hogy a Dubrovai László, aki Németországban volt kint ösztöndíja, a 74-ben azt hiszem jött haza, és őt hozott magával egy ilyen AKS-t.
Uh-huh. És ő azzal dolgozott, komolyan dolgozott, nagyon sokáig utána dolgozott. És akkor jöttem én rá, hogy hát ez tényleg olyan, ugye, hogy ezek a rengeteg lehetőséget, hogy hogy lehet kihasználni. És bocsánat, gyakorlatilag akkor a tévénél is, meg zeneszerzőként is mikhez használta? Tehát filmzenékre, vagy effektekzésre? Vagy mi? A Dubrovay Laci nem. Komoly zenét, a klasszikus zenét. Tehát ő komponált rajta. Ő tulajdonképpen elektrokusztikus zenét komponált. Uh-huh. És a tévében? Bocsánat. A tévében meg a tévé játékok alá effekteket Aha. akartak vele csinálni. Darabig csinálták, és aztán tönkrement az egész, úgyhogy tudom, hogy tönkrement, hogy utána évekkel később mi is szerettünk volna valamit csinálni, vele is kiderült, hogy használhatatlan. Ezt sikerült tönkretenni. Na, egyébként egy fontos dolog, amit ma, ha erről a műfajról beszélünk, tisztázni kell. Ugye kezdetben arról beszéltünk, hogy elektronikus zene. Az elektronikus zene számunkra azt jelentette, hogy a zeneszerzéshez, akár komoly zene, akár a könnyű zenébe, szintetizátorokat vagy valamilyen hasonló eszközöket használtunk, mert nem csak szintetizátorok voltak, rengeteg masina készült később. És utána, ahogy a komoly zene elkülönült a könnyű zenétől, a könnyű zene mint műfajt létrehozta az elektronikus zenét. Ma, ha azt mondom, hogy elektronikus zenei koncert, akkor biztos, hogy nem klasszikus zenére gondolnak. Úgyhogy jó esetben is már mondjuk arra gondolnak, hogy van a Kraftwerk, de az már az idősebb azok generáció. Már, igen, azok már műveltek, akkor már tudják. És akkor így önkényes módon én a 70-es évek közepétől elkezdtem mondani azt, hogy hagyjuk ezt az elektronikus zenét, elektroakusztikus zene. Uh-huh. De hát ennek az elnevezése már kicsit messzebbre vezet, mert az már kicsit belelógna a MOOC-nak a gyakorlott használatához. Mert számomra azt jelentette, hogy nem csak generátorokkal lehet előállítani zenét, hanem sokkal egyszerűbb és érdekesebb dolgokat lehet csinálni természetes zajokból. Szinte bármiből. Uh-huh. Egy ajtóbecsapódásból, egy macskanyávogásból, vagy az esőből, vagy bármiből. Most azt, hogy lehet megoldani, a MOOC-gal nagyon sok mindent meg tudtunk oldani, még kvázi idézőjelben mondva a MOOC-ot megtanítottam beszélni, és csináltunk egy ilyen kis próbálkozást, egy népmese töredéket, de ez már messzire vezet. Tehát olyan odáig lehet menni, hogy a MOOC olyan dolgokat meg lehetett csinálni, hogy szinte beszédszintézist lehetett létrehozni. És hát ezekbe felhasználtam a MOOC-nak azt a lehetőséget, hogy külső forrásból is lehetett bevinni analóg jelet, aha. És ezt földolgoztuk, és ezt nagyon sokat használtuk. A burkológörbe követővel, envelope-fellow-ra? Az is, igen, meg hát igen, hogy most ki mit kövessen, és hogy kövessen. Tehát a burkológörbe követő valamilyen módon már, tehát az, hogy egyáltalán hogy kövessen egy analóg jelet, egy beszélt jelet vagy zenét, és hogy azzal mit csináljon. Szűrőt vezéreljen, viszont a generátort vezéreljen, szóval tehát rengeteg variáció átlagos, volt. Átlagos fülekre ennek lefordítva gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nagy kapcsolószekrénybe bele lehetett dugni akár mikrofont, vagy, pontosan. Vagy mindenféle gitárt, vagy bármit. Gitár hang igen, bemeneteket, bármit. És amikor az ember vagy beszélt, vagy pedig különféle hangszereken játszott, akkor ez biztos nagyon sok filmből ismerik már, és hallották mindenféle eltorzult Darth Vader hangtól elkezdve. Arpal csinálták a R2-D2 hangját, igen. A robotok igen. Hangját. A hangmintát csinálta a haverom is egyébként. Tehát szinte végtelen, tehát a sound designba, filmekbe és zenében is végtelen lehetőség igen. Volt ezekkel. Hát ez sokasán. Nálunk úgy teljesedett ki ez az elektroakusztikus zene, hogy 92-ben sikerült megszerezni egy teljesen digitális hangrendszert, és onnan kezdve ugye már a digitális technika ebben nagyon nagy segítség volt, de hát előtte is valahogy megcsinálták ezeket. Hát ugye? Mi a MOOC-gal megcsináltunk nagyon sok mindent. Olyannyira, hogy később, amikor már a digitális technikával dolgoztunk, voltak feladatok, amiket vissza kellett küldeni a MOOC-ba, és onnan tettük fel a digitális rendszerbe, mert azzal nem tudtam megcsinálni. Hát ezek szóval, izgalmas idők lehetek, és visszatérve igen. Akkor még az alapításhoz, amikor
ugye jött az inspiráció a tévés szintetizátorból, és így mindenki fejébe megfogalmazódott, hogy hú, itt is kellene valamit a rádióban csinálni, akkor úgy hogy sikerült átvinni, megszerezni a hangszereket hozzá? Hát erre, ahogy mondani szokták, még a legöregebb emberek is nagyon rosszul, sehogy se emlékeznek igazából, ez egy nagyon rejtélyes dolog. De hát ez ennek az akkori időknek a gazdálkodási rendszerét kellett ismerni, hogy az intézmények kétféle pénzzel garázdálkodhattak. Volt egy forintos, meg volt egy deviza készletük, amit megkaptak. Tehát minden évben meg ott határozza, hogy ennyi pénzt erre az évre, forintba, ennyit valamilyen valutába, dollár, márka, stb. És mindig az év végén derült ki az, hogy most ez a pénz miből maradt, mire lehetne még költeni, vagy elfogyott, vagy mit tudom én, hogy lehetne. Átvinni nem lehetett. Az volt a probléma, az elveszett, amit nem költötte a pénzt, az elveszett. Visszavette a kormány, vagy hogy volt? Tessék? Visszavette a kormány, vagy hogy volt? Igen, vissza el kellett vele számolni, és ugye, mint fölösleges pénzt, el nem használt pénzt, akkor köszönjük szépen, ez megmaradt. Akkor gyorsan évvégén mindig be kellett. Na most, igen. Na most itt jön ez a dolog, hogy ezt már én se tudom, és még a kollégáim se, akikkel együtt csináltuk annak idején, őt is megkérdeztem, hogy te emlékszel még arra, hogy ez valójában hogy jött létre, azt mondja, fogalma sincs. Én nekem van egy nagyon tetszőleges, és ezt szoktam híresztelni, hogy az történt, hogy kiderült, hogy mit tudom, a rádiónak nem tudta elkölteni, inkább arról volt szó, hogy nem tudta elkölteni valamilyen okból, megmaradt egy X összeg devizája. Azt hiszem, hogy több tízezer nyugat-német márka, azt hallottam. Igen, arra. Igen. És hogy hát akkor ezt hogy lehetne elkölteni, és akkor szerintem valaki ott nagyon résen volt, vagy tudott róla, hogy mi ott érdeklődtünk. Megtaláltak egy hamburgi kereskedőt, aki a MOG eszközeit Hamburgba értékesítette. És ő nála ott parkolt már egy ideje, egy éve körülbelül, mert 73-ban már nem gyártották ezt a fajta MOG-ot, amit megvettünk, ezt 72-ig gyártották. Nem egészen így van. Az oszcillátor, ami van benne a MOG-ba, az pont akkor kezdték gyártani, és utána jöttek az új konfigurációk, ugye? Tehát a 81-et gyártották egyébként a MOG-okat, tehát még 73-ban bőven ment a MOG. Nem a MOG-okról van szó, ezt a fajta MOG-ot tudnélik... Ezt a nagyon nagyokat. Ez a szekrény méretű tényleg, amiről már így beszélünk. Ez akkor nekünk típusként úgy állították meg, 3C. Hogy MOG 3C, tehát igen. A kabinet. Igen, azok a C, ugye volt C meg P. Na most, amiket már 73-74-ben forgalmaztak, az már a System volt. Az az 55-ös volt. Meg 35-ös, a MOG 55-ös, 35-ös, aha. Attól függ, hogy milyen kiépítés volt. Ugye azt érdekes, hogy bocsánat, azt megjegyzem, és közben hogy a C és P volt 1-2-3C és 1-2-3P. Különbség közöttük az, hogy a P az volt a hordozható, ilyen fekete, nekem olyan nagy fekete rádiótáskú nézett ki igazából, és ugye a 3P-re például három ilyen táska volt, plusz lehetett venni egy szekvenszeres táskát is hozzá. Ugye azok a modulok vannak mindegyikben egyébként, csak a ház változik igazából. A P mint portable, tehát hordozható, a C pedig C mint konzol, tehát konzol, konzolnak hívta, azért hívták C-nek, tehát mint stúdió, mint mixer konzol, vagy abban a gondolatmenetben volt benne. És ugye a MOG-on vannak alul azok a modulok, a félmagasságú modulok, a CP-k vagy CP-k, az konzolpanel, ugye az azt jelenti a CP-ként. Azt nem tudom, tetszett-e tudni, vagy tudtad-e? Én a C-t nem úgy értelmeztem, de végül is mindegy. Valójában ezt jelentette a C-konzol. Igen. Tehát az valójában ezt jelentette, érdekeseképpen mondom, akkor ez egy új információ. Igen. Tehát, hogy így gondolkoztak alapvetően, hogy ezek a fa házasok, ugye azok a stúdió verziók, ezek a Tolex házasok, ugye azok meg a, nem tudom, hogy pontosan a Tolex, az ilyen műbőnek egyfajta igazából, a Tolex talán. Ilyen vinil, vagy valami műanyag borítás, és ilyen fekete, és akkor az volt a hordozható, annak fogantyúja is volt, mert minden volt azoknak. A lényeg, hogy pont ez volt Hamburgban. Ez egy elfekvőt készített volt Hamburgban, igen. Egyébként még egy megjegyzés, megengedsz, bocsánat. Láttok a címkéket benne hátul, ez a szinti 73 május és augusztus között készült. Nem egy éve lehetett ott. Hát lehet. Mi 73 végén vettétek meg, ugye jöttem. Hát a legvégén. Tehát fél éves se volt valószínűleg az a szinti akkor. Szóval az a történet azért kapcsolódik ehhez, hogy mi a története neki, hogy ez decemberben zajlott, amiről most beszélünk, hogy megtalálták ezt a masinát, hogy ott van, és kiderült, hogy megvan erre a pénz. Nem kevés pénz, akkor márkában még német, nyugat-német márka volt, és 30 valahány ezer német márkába került, ami szerintem ilyen 20-30 millió forint. Az körülbelül 3 BMW-nek az ára. 3 1.6-os BMW-nek az ára. Most szerintem 30 millió forint biztos van az.
az kemény. Szóval azért mondom csak a nagyságrend miatt, hogy milyen, mennyi volt 32 000 márka akkor. Az egy szép összeg, és gondolom örültek neki ott a Hamburgban. Hát Hamburgban biztos már arra örültek neki. Mi meg kevésbé örültünk neki, mert német nyelvű ismertetet adott hozzá, amit úgy küszöbölt ki, hogy az se volt meg mint, hanem rendes magnókazettákon, kompakt kazettán felolvasta a bot tulajdonosa használat utasítást. Na most ez kemény. Még közülünk hárman voltunk ott hangmérnökök, akik ezzel elkezdtünk foglalkozni. Az egyikünk tudott csak németül, úgyhogy ő tolmácsolta, de aztán nagyon hamar találékonyak lettünk, mert azon kívül, hogy láttuk, hogy ez rá van írva, hogy melyik micsoda, és akkor rájöttünk, hogy hát persze, hát ezeket azért van ez a sok dúó, kábel hozzá, ezzel lehet összedugdosni, aztán a többi úgyis ránk van bízva, a többit meg majd mi kitaláljuk. Lehet, ki lehet következtetni. Na szóval, hogy így került ide be, ha véletlenül az országba, mert én szerintem, ha ezt normál költségvetésbe valamikor évközben meg kellett volna venni, ennyi pénzt biztos, hogy nem adtak volna érte. Sőt, nem volt kommunistán az utca, nem volt embargón? Hát ezek szerint nem. Hát bejött, hiszen gondolom valami hivatalos szállítóval be kellett szállítatni, megszervezni. Hát, nem... hát valahogy nem tudom igazából. Hát igen, hogy hívták, volt egy külkereskedő mellett, amelyik valójában, tehát nem a rádió vette meg közvetlenül, hanem az rajta keresztül, mert miért ne legyen még drágább egy teljes vizet. De ez nem úgy volt régen, hogy csak így kinéztél kint egy nyugati dolgot, persze. Aztán kimentél és megvetted, így megbehoztad, tehát ez azért egy kicsit bonyolultabb persze. Volt. Az szerintem az a trükk ebbe, hogy ugye nem a móktól közvetlenül lett megvéve ez a dolog, és lehet, hogy a közvetlenül a gyártótól vetétek volna meg, na az lett volna egyszer szerintem, viszont és jogilag lehet, azt Amerikából kellett volna hozni. És lehet, már politika is bejött volna a dologba, szerintem. Nem a politika, hanem az volt a lényege, tehát azért voltak hajlandók megvenni, mert a kereskedő vállalta, hogy még azért decemberében leszállítja. Tehát azonnal leszállítja. Számlázzák, és azonnal szállított. Tehát ő volt. Hát Amerikában megrendelem a MOOC-tól, az megjobb, majd lehet egy év múlva. 2004 májusában vagyok. Hát ő jó üzletemberként mondta, hogy persze leszállítom decemberig, gondolom. Így van, persze. Lecsapott az aljamra. Lehet, hogy örültek, hogy valaki még megvette, nem? Hát azért elment volna ott szerintem. Nem tudom, ezek szerint akkor legalább fél évig nem tudta ezzel valaki eladni. És az a sejtésem nekem, hogy aki ezt rendelte, ezt a szintit, az maga a kereskedő lehetett, azt gondolom legalábbis. Hát biztos. Hogy ő megrendelt azért, hogy eladja. Ők ezekkel a szintikkel kereskedett, nekem még megvannak a papírok, amiket ő küldött vele. Ezt már esetleg befényképezhet, ha meg van fényképezve, megnézni. Meg szerintem hát is megnézni, meg én is. Hát egyébként rengeteg ilyen MOOC katalógusom van, mert én akkor úgy kihegyeztem magam, hogy akkor mást is kéne venni, meg de nem nagyon sikerült utána. És ekkora összegű beruházásra sikerült, tehát hogy volt még ez után, vagy ez ilyen nagyon egyedi volt, hogy ennyi pénzt tudtad ennyit akkor soha tenni. Többet nem. A következő nagy költekezés az egy barter üzlet volt, de az már 92. Aha. Akkor ezt mondhatni egy jelentős beruházás volt, igen. És szóval egy ilyen kettősség volt állandóan a rádióban ezzel a műfajjal kapcsolatban, tehát a technikai igényesség miatt ugye nekünk mindig kellett volna fejleszteni, viszont nem nagyon akartak erre nekünk soha többet erre pénzt adni. Tehát úgy gondolták, hogy ez el van tudva, akkor szevasztok. Igen. És aztán hogy nagy nehezen apránként sikerült kivasalni, hogy ez a szintihez is sikerült egy második klaviatúrát venni, egy szalagkontrollert venni, egy véletlen generátort, külön egységet megvenni hozzá. Ami megérzem, bocsánat, nekem nagyon ritkának számít ma is egyébként. Az 1125-ös hát már típus számára nem emlékszem, azt tudom, hogy triggerelni, tehát vezérelni is lehetett, és be lehetett állítani, hogy a véletlen lépéseket, hogy azt valamilyen jelforma szerint csinálja, vagy véletlenszerűen csinálja. Neked mondom, Geri, mert lehet, nem tudom, meséltek, hogy az olyat is tud, hogy növekvősorrán belejátsza ezeket a mintákat, nem csak össze-vissza. Azt mondom, hogy és lehet között átmenet, és lehet félig véletlen, félig növekvősorrán. Ha a vezérlőjel egy fűrész fogjál volt, akkor ez egy folyamatos működés. Aha. Vagy negatív, vagy pozitív fűrész. Ezeket mind be lehetett rá állítani. Manapság is iszonyatosan ritka funkció. Ez a mai napig egy menő dolog. Tehát... És nagyon-nagyon-nagyon ritka manapság is ez a funkció, amit mondasz, ez a növekvősorrán berakása a mintáknak. Nekem van az Oberheim OBX-8-am, és abban van egy olyan LFO-t lehet benne, tehát alacsony frekvenciás oszcillátort, amivel mondjuk vibrátót csinálunk, tremolót, stb. Lehet úgynevezett kvantálni, tehát kerekíteni,
és ha rám abbahasznál a fűrészet, akkor ugyanazt effektet létrehozza. De ez nem tipikus manapság egyáltalán, hogy ez van benne ez a funkció. Ez ilyen teljesen egyedi funkció. Szóval ilyen dolgokban látszik, hogy ez nem egy játékszer. Igen, ez egy nagyon komoly eszköz igen. volt. És az elején, amikor beindult ez mondjuk akkor hivatalosan 75-től, akkor hogy emlékszel vissza, milyen munkákat sikerült ezzel csinálni, kik jöttek oda, kik számára lett ez érdekes, vagy kik támogatták? Hát már akkor ott mindjárt 73, tehát a 73 végén, akkor még annyira nem, de 74-ben már ott jelentkeztek a zeneszerzők, tehát akikről már ennek szó híre volt, ment. Aki már volt, tudta, hogy miről van aha. szó, meg hát nekünk is voltak olyan kapcsolataink, ismertük a zeneszerzők egy részét, hogy híre ment az, hogy most már itt van ez a szerkezet a rádióban, és lehet jönni, próbálgatni, és kísérletezgetni. Pongrácz Zoltán is ekkor lépett be a képbe, igazából? Igen, igen. Hát ő is első között tudott róla? Hogyne. Első igen. között jött, sőt, hát az első komoly művet, ja nem, bocsánat, az ő otthon a saját. Az a Máriafónia? A Máriafóniát azt ő kint csinált a Pozsonyba, az már más. Szóval... De az a nyerte díjat pont, amikor stúdió alakult előtte. Igen, igen. Tehát ő egy abszolút klasszikus, annyit utána jártam a neten, hogy egy abszolút klasszikus képzett zeneszerző volt. Kodály tanítványa volt. Kodály tanítványa volt, 912-ben született egyébként, és végig érdeklődött az elektronikus zeneszerzés iránt. Egyébként még egy ilyen kis érdekes hozzáadódó információ, ami arra enged utalni, hogy mindig vágyott arra, hogy megismerjen új dolgokat, hogy amikor te is említetted, hogy beiratkozott egyetemre Utrechtben, elektronikus zenei ösztöndíjat kapott. Sikerült arra ösztöndíjat szerezni. Tehát akkor ő már majdnem több mint 50 éves volt. Tehát nem fiatal. Nem. Nekem is ez legnagyobb bele kapcsolatban, hogy 50 évesen az egész zenét újra gondolta a nulláról. És ez 50 éves, az ember azért nem gondolja a dolgokat annyira újra, ilyen gyökeresen változtat az ember a dolgokon, és ő megtette. Hát ez olyan dolog, hogy ez egyéni kérdés, mert ugye ezek az emberek mindig valami újat akartak csinálni. A Pongrácz Zoltán is ilyen volt, a Patas is ilyen volt. A Patas is élete végéig szinte matematikus, külön tanárokat fogadott magának, magántanárokat, akikkel matematikai dolgokkal foglalkozott, meg ezek a szintetizátoros, tehát elektronikai dolgokkal foglalkozott. Nem nagyon ült meg benne a dolog, tehát ő nagyon tanácstalan volt, hogyha leültették volna oda egy szintetizátor elé, hogy belőle csináljon valamit, de azt tudta, hogy mit lehet neki hozni belőle. Aha. Tehát az elméletben fejlesztette magát igen, az elméleti tudásával. Én csak azért mondom, Geri, hogy te elképzelsz, hogy te is már előbb-utóbb 50 éves leszel te is majd, talán már nem olyan sokkal. Hát mindjárt. Na, kézzel, de most te azt csinálj, Pongrácz Zoltán, akkor most teljesen kidobsz mindent. Figyelj, engem ez nem zavar, mert én így dolgozom. Tehát én sem fogok megnyugodni 60 évesen se, sőt, szerintem én majd lefordulok így a székről, úgy fogom. Ja, azt mondja, szintetizátor előtt fogsz úgy kb. Így ráborulok, hogy ne játsz már ezt az kakofón akkordot, és Gergő bácsi. Kb. De én nem is vágyom arra, hogy de szerintem ez valószínű, hogy egy ilyen egészséges felfedezni, meg tanulni vágyó embernek benne van a fejében, hogy... Hát csak ez a frissesség ebben az korban, és ez nem annyira tipikus szerintem azért valaki. A Pongrácz Zoltán tulajdonképpen nagyon sok elméleti dolggal is foglalkozott, tehát ő neki nem véletlenül ezekkel a klasszikus zenei, ezek a különböző fogalmakkal, tehát a temperált hangzásból való kilépés a kakofóniától kezdve a szeriális zenéig ezekkel foglalkozott, de írt rengeteg könyvet, tanulmányt írt ezekkel a dolgokkal. Egyiket láttam is, mert az előző cégnél, aki a főnökön volt, egyik főnök volt, neki meg volt egy ilyen, azt hiszem narancsága színű könyv volt, amit írt, és egy ilyen, hát ilyen lágyborítós, de ilyen nagy A4-es méretű könyv, igen. És abban a Mógró is van egy diagram például benne. Hm. Igen, lehet, mert nem tudom, mert most ugyanarról van ez szó, mert ezt többet is félig meddig tankönyvnek szánta egy ilyen viszonylag nagy alakú könyv. Szerintem volt, az lehet az, és borítóval. Van benne csomó matematika is egyébként. Tehát nagyon igen, komoly zeneelméleti tudás is. Tehát én lektoráltam neki a könyvet annak idején, amikor megjelent. Tehát akkor gyakorlatilag egy nagyon komoly szakmai, alkotói és tudományos munka is elkezdődött. Igen, ő professzor volt, az Zeneakadémián, jól tudom, ugye? Igen, azért mondom, hogy ő... 75-től kezdve tanított, 75-ben megalapították a Zeneakadémián ezt a
hát hogy hívják ezt? Elektroakusztikus szakirányt. Elektronikus zenének hívták akkor még egyszerűen, hogy ő taníthatta ezt a... És ez se volt könnyű sztori, tehát egy elektronikus zenei tanszék. Nem tanszék, nem egy személyes tanszék volt. Szeminárium talán, vagy... Vagy ilyen kurzus, talán kurzus inkább. Hát a kurzus, nem, ez, tantárgy. Hát tantárgyként, de... Hát vannak az akadémián különböző, tehát az ottani különböző olyan kisebb témák, amik nem a fő irányban mutatnak. De hogy ez nem volt neki könnyű, azt mesélted nekem, hogy nem volt könnyű, mert nagyon sokat kellett küzdeni érte. Hát, neki. Igen. És folyamatosan támadták is, azt hiszem, azt is mesélted. Hát ott az akadémián ott se örültek neki, szóval ez nagyon érdekes módon, ez furcsa, hogy... vagy a költő szavaival mindig mindenről lelkesünk. Tehát az elektronikus zenével gyakorlatilag a 40-es évektől kezdve nagyon komolyan foglalkoztak a művelt világba. Igen. És hozzánk ez 70-es évek legelején, mint valami tiltott csemege kezdett ez megjelenni. Nagyon sok minden szóval, így van nálunk, igen. A Stockhausen már 40-es években a Köldi Rádióban megalapította, 48-ban vagy 49-ben. Pierre Schaeffer Franciaországban. Van a Bolt BBC-nek a Daphne, vagyis itt a Daphne uram, nem Daphne uram volt a Della Derbyshire, igen, vagy Della Derbyshire, az azt mondom, az helyes kiértés, BBC Radiophonic Workshop, ugye az is volt. A BBC-nek is volt már 50-es évek óta egy ilyen stúdiója. Szóval a kezdetben, ugye hát akiknek volt erre pénzük, ugye ezek a nagyobb rádiótársaságok mindenhol, majdnem mindenhol megalakultak ezek a stúdiók. Mondtad Pozsonyt is. Hát a mert Pozsonyról volt, nem is beszélve, Belgrádban is tudom, a Vasfüggönyön innen volt, tehát és Pozsonyban is volt. És Belgrádban is volt, azt is tudom, hogy Belgrádban is volt, igen. Berlinben esetleg. Meg lehet, hogy Bukarestben is volt, még azt hiszem. Krakóban volt. Krakóban. Azt hiszem, aztán utána Bukarestben is volt, nem vagyok benne biztos, lehet, hogy ott is volt. Talán. Azt nem tudom. De volt utólag, utólag kiderült, mert akkor már egy kicsit kinyílt a világ számunkra, hogy volt nálunk egy vendég, orosz vendégzeneszerző, aki foglalkozott ezzel, és szégyenkezve hozott egy, ő szerint elektronikus művet, valamilyen harangmodulációs dolgokat csinált, amit szűréssel, ilyen, ilyen sebességüzék transzpozíciókkal meg lehetett csinálni, és szégyenkezve hozta, hogy ezt hozták, és kérdeztük, hogy hát ez, ezzel a műfajjal ők nem foglalkoznak, de azt mondta, hogy igen, melyik volt az a nagy szintetizátorgyártó cég, amelyik ilyen álom szinten működött, a, nem teszem be a neve. De orosz? De, hogyis. Ja. Azt hiszem angol, vagy majd majd. Az IMS, nem? Lehet, az IMS. EMS-nek van írva. Azt hiszem az... Igen. Ja, a VCS 3, jó is hívják a VCS, az a nagy fehér szekrényszerű. Hatalmas nagy izért. Tehát olyasmi, mint a MOOC, de még nagyobb, és hát nem az a milyen kis házias kivitelezés. Hát olyan, mint egy egész konyhaszekrény. Diófa dobozba szépen beépítve, hanem egy ilyen nagyon technóizé volt. Na, hogy állítólag ezek mind megvannak ott valahol, ezzel kísérletezgetnek, de a nyilvánosságot teljesen kizárják belőle. Tehát ők próbálkoznak. És nagyon érdekes, hogy itt az Aranytízbe, hát valamikor a 10-es évek közepe, 15-16 körül volt egy kiállítás az Aranytízbe, ahol az orosz találmányokat, amiket végighoztak, és rengeteg a hangkeltéssel kapcsolatos szerkezet volt a tereménytől kezdve, a deterofontól kezdve, egy csomó szintetizátor. Ők maguk saját kútfejéből kitalálták azt, amit ezek a nagy nyugati cégek megépítettek. Tehát a Polyvox, például a Polyvox, az egy jó példa. Sok minden volt. Szóval a vokoder féléket, meg ilyesmiket. Megcsinálták ugyanazt. Megcsinálták maguknak, de nem használhatta senki. Azt ők kikísérletezték, hogy ja, ezt mi is meg tudjuk csinálni, de nem használjuk. De nem hozták forgalomba. Igen. Kicsit olyan, mint megcsinálták a saját Challengerjüket is, amikor beindult az űrprogram, vagy az amerikai. A Burán, ugye arra gondolsz, a Lusikóra. Leptették a nagy repülők a hát tetején is kész. De hát egyébként az orosz tudományos életet, meg zenei tudományos és művészeti életet mindig is legalább olyan szintű magasságokban volt, mint a nyugati, csak hát ők azért egy ilyen izolált saját piacra, vagy még arra se termelettek.
Igen, szóval azért volt ez nagyon érdekes nekünk itt a 70-es években, hogy nekünk föl kellett fedezni a spanyol viaszt valójában. Tehát mi, akik elkezdtünk hárman dolgozni ott a stúdióban, nem tudom, neveket mondhatok. Persze, mert, nyugodtan. Steinbach Sándor, Winkler Péter, meg én magam hárman foglalkoztunk ezzel a témával, aztán később nekem segít, a többiek azok más területen kezdtek el dolgozni, és 75-ben tulajdonképpen úgy alakult meg a stúdió, hogy engem kineveztek a stúdió vezetőjének. És akkor később jött még egy-két ember, akik segítettek nekem, hogy ne egyedül végezem az egészet, de valójában ezzel kezdődött a munka. És gyakorlatilag, amikor te lettél a vezetője, akkor milyen, meg volt határozva, hogy neked milyen feladatköreid vannak, vagy mi fér bele a tevékenységedbe, vagy mi az, ez, amit... Ez nagyon liberálisan volt, tudnék, saját magamnak ez nagyon tetszett nekem. Nem volt kötelező munkaidő, papíron ugye reggel 9-től dél este 5-ig vagy meddig, de hát ez a rádiós munka nem olyan senkinek se, főleg a hang technikával foglalkozóknak, mert mindig a műsorhoz kellett igazodni, hogy én is úgy találtam ki, hogy megbeszéltem a zeneszerzőkkel, ők megkerestek engem, hogy szeretnének dolgozni. Az volt a feltétel, hogy jöhet mindenki dolgozni, aki megfelelő képzettséggel rendelkezik. Tehát úgy, hogy bejövök, és csak valamit tekergessünk, azt fölveszök, aztán elviszem, az nem. Tehát csak olyan szakképzett emberek jöttek be, akik tudták, hogy miért vannak, és mit akarnak csinálni. És velük egyeztettem az időpontokat, és beosztottam a napi munkámat általában 9-10-től kezdve délután 5-ig volt, amikor csak délután vagy este tudtunk dolgozni, mert hogyha kellettek hozzá előadó művészek is, akkor azok nem értek rá napközbe. Hát tehát, akkor ez egy ilyen nagyon jó. Hát ez az, amit szoktak mondani, hogy szabad, hogy is? Szabad munkaidő. Hát szabad munkaidőben dolgoztam. Vagy, meg rugalmas. Rugalmas munkaidő. Na, ez volt a és valóság. Egyébként akkor gyakorlatilag a munka feladatait közé tartozott az is, hogy egyrészt voltál úgymond ilyen producer is kicsit, hiszen leszervezted ezt az időbeosztást. Igen, vagy... magamnak. És gondolom a felvételkor is te voltál, aki rögzítetted. Hát aztán ez történt, ugye ez, ami nagyon furcsa dolog, amiről már beszéltünk, hogy a zeneszerzőknek milyen képzettsége volt. Magyarországon az elektronika és az akusztika az nulla. Tehát teljesen arra voltak támaszkodva, most tisztelet a kivételnek, mert persze, tényleg voltak olyanok, akik például a Dubrovai Laci például, ő megkapta az alapképzést, meg nagyjából, ami neki kellett, ahhoz értett, és pontosan akusztikusan, pláne nagyon, mai napig nagyon ért az akusztikai, tehát a hangszerelési dolgokkal kapcsolatban, hogy mindent nekem kellett. Voltak elképzelések, voltak, aki le is tudta írni, le tudta jegyezni. Hát a Pongrácz Zoli bácsi ugye ilyen hatalmas diagramokkal jött meg, számskálákkal, mindig kitalált valami a matematikai számsort, hogy most mi szerint fogunk válogatni frekvenciákat, és valami egész sajátságos módon ilyen hangszalagok keringtek a stúdióba, azért mikrofonálványok között, 4 magnetofonon is abból magdostunk ki hangzást, amit ő felhasznált. Szóval egész innentől kezdve úgy, hogy mi elkezdtünk játszogatni a szintetizátorral, és hogy mi jön ki belőle. Uh-huh. És akkor így... És volt még, aki melletted dolgozott akár felvételeknél, vagy technikai részen, vagy te csináltál mindent a felvételnél is? Hát az esetek nagyobb részében én csináltam mindent. És hogy, bocs, hogy így rákérdezek, csak akkor még ez nekem egyáltalán nincs fejem, vagy akkor szalagos technikával rögzítettétek valami? Hát a 70-es évek. Nyilván másképp nem is lehetett. Persze. És még a Dolby nem létezett akkor. Lehet, hogy a dolgozók még nem tudták, hogy mit fognak csinálni. És akkor már voltak ezek a többsávos, ugye? Többsávon hát tudták? Volt, igen. Hát a kezdetekben a 8-sávos rögzítés volt a csúcstechnika, amit mi megcsináltunk, de már volt 16 sávos a rádiónak a nagy stúdióiban, a 6-os stúdióban, a mai zenei célokra, meg a könnyű zenei célokra voltak 16 sávos gépek. Aztán később, hogy azokat ők levetették, akkor megkaptuk mi is azokat a gépeket, és mondjuk
kicsit kínlottunk vele, de mégiscsak jól működtek. De a technikát azt úgy megkaptuk, hogy ami stúdiótechnikai eszköz volt, az mindig rendelkezésre állt. Nem tudták ugyan fejleszteni, mert a stúdiónak az első komoly keverőasztala egy kvadrofon keverési célokra kifejlesztett a budapesti elektroakusztikai gyárnak, a BEAG-nak a gyártmánya volt, és az úgynevezett drót példányt, tehát a kísérleti példányt azt megkaptuk. Aztán egy év múlva gyorsan vissza is adtuk, mert egyrészt a sorozatgyártású modulokkal nem volt cserészavatos, a modulokat viszont gyakran kellett volna benne cserélni, mert tönkre mentek. Úgyhogy ezt visszavitték, és akkor az első sorozatban gyártott asztalt végül is megvettük, amit utána még kigyomláltunk, hogy mi az, ami fölösleges benne, mert csak fűt. És hát végül is gyakorlatilag az az asztal, keverőasztal megmaradt nekünk a bezárásig. Tehát mondjuk ez azt jelenti, hogy hát olyan 77-78-tól kezdve 2007-ig ugyanaz a pult működött. Ez volt a technika, és hát rögzítés, ez stúdió magnók, ugye azok voltak bőven. És gyakorlatilag akkor ez az első, hát nem is tudom, nevezhetjük így aranykornak a stúdió hát életében. Hát igen, mert tulajdonképpen, ahogy fölvezettük ezt a korszakot, hogy mi gyakorlatilag mindenféle minta nélkül saját magunk kezdtük fölépíteni itt azt, amit régen már évtizedekkel korábban tudtak. De nekünk ugye információnk se volt, mert nem mondhattam én azt, hogy szeretnék elmenni Stockholmba, mert ott van egy nagyon jó stúdió, és ott tudnánk tanulni. Nem. Internet sem volt. Nem volt az, hogy megnéztétek a YouTube-on, hogy na most hogy használják kint a Moogot. Igen. Ugye aztán, hogy mikor igazából 75-ben teljesen önálló stúdiónak elismerték a stúdiót, akkor a Decsényi János volt a zeneszerző, aki a zenei oldalról, tehát művészeti oldalról felelős vezetője volt a stúdiónak, tehát rajta kívül jöhettek csak a zeneszerzők, megbeszélték vele, mit akarnak csinálni, és ő úgy gondolta, hogy ez megfelel színvonalon arra, amit mi bevállalunk, akkor mint kísérleti stúdióban megcsinálhatja. Na, és ő harcolta ki azt a zenei osztályon keresztül, ugye mondtam, hogy volt zenei főosztály, meg műszaki főosztály, és ez két külön bolt volt. Tehát a műszaknak volt egy költségkerete utazási célokra, vagy bármire, meg volt a zenei főosztálynak. Aha. És akkor azt mondta, hogy oké, csináljuk ezt, csináljuk, de nekünk tanulnunk kéne, el kéne menni néhány komoly külföldi stúdióba, a Kölni stúdió, a Pozsonyba, tudom én még hova. És ő ezt harcolta ki úgy, hogy becsületére szóljon, hogy volt úgy, hogy a műszak azt mondta, hogy hát három napra volt érdemes elmenni, hát egy nap az útra, másnap visszaútra, valamikor ott is kellene lenni. És a műszak azt mondta, hogy hát ő csak két éjszakára, illetve igen, két napra tud napi díjat adni, meg az úti költséget. És azt mondta a János, hogy az ő terhére, az ő napi keret terhére adják nekem oda ezt a harmadik napot. Hát akkor így kezdődött, tehát ő ezt nagyon komolyan csinálta, és nagyon támogatta. Végig ő volt, egész 95-ig ő volt a művészeti vezetője a stúdiónak, és tulajdonképpen a stúdió működése nagyon sokat köszönhetett az ő irányításának ilyen szempontból. És gyakorlatilag, amikor, tehát ez idő alatt fölvettetek nagyon sok felvételt, azokból lettek is kiadott hanganyagok, vagy... Igen, amikor ez úgy már értékes dolgokat is tudtunk csinálni, tehát nem csak a kis életezgetés, hogy de jó pofa, ezt vegyük föl. Akkor azokból már a Hungaroton lemezek, tehát még a fekete lemezekkel még jelentek meg, aztán később CD-k is, rengeteg CD-k. Hol a stúdiónak a gyűjteményeiből, vagy egy szerző saját lemezét, de nagyon sok lemez megjelent. Ilyen meséltél nekem a kvadrofón átakítása magadnak, hogy akartatok csinálni kvadrofón felvételeket is, ha jól emlékszem. Igen. Csak aztán nem jött össze. Az hogy volt? De, összejött, az bizony. Hát az első kvadrofón felvétel, ugye 70-es években jött az a
Már ugye azt mondták, hogy most már a sztereóhoz nem elég, mert lehetne légycsatornát is, és akkor az egész irodástechnika, a kvadrotechnika körül kezdett mozgolódni. Még a sztereó sem volt teljesen rendben, mert különböző már, szabványok voltak. Már négy lett. De már legyen négy belőle. És hát nekünk olyan szempontból könnyű dolgunk volt, hogy hát ott van a soksávos magnó, meg vettek kvadrofon magnókat is, a Studernek voltak már ilyen félcolos kvadrofon magnói, négysávos magnói, és arra tudtuk rögzíteni is. Tehát valójában már a 70-es évek közepe után már nekünk vannak archivált kvadrofon felvételeink. Tehát akkor úgy tűnhetett valószínű így a hangtechnikában, hogy a kvadrofóni a jövő, gondolom azért erőltették. Ez egy kicsit olyan, mint a nem tudom, milyen szupertérhangzásba fogunk zenét hallgatni. Mindig vannak ilyen pár tíz évente próbálkozásokra, de valahogy mindig marad a sztereó. Vagy hát az a biztos. Igen. Az a biztos. Hát tulajdonképpen a kvadrofonnak az lett a veszte, ugye, hogy a rögzítése. Ugye hát a sztereó rögzítés is digitálisan, és akkor még problémát jelentett. Ugye a CD lemezek megírása a 80-as évek, nem is tudom mikor 80-as évek, közepe körül, akkor jelentek meg az első CD. Tehát, hogy ilyen eszetlen adatmennyiség volt, gondolom. Hogy milyen mennyi adatot milyen lehetett fölrakni rá, és hát milyen kódolással, mert azt vissza is kéne, rá kéne írni azt az adatmennyiséget, de azt nekem valahogy vissza is kéne tudni konvertálni, szóval. Tehát gyakorlatilag négyszer annyi adatnak kellett volna rá. Ebbe pusztult bele tulajdonképpen a kvadrofon. Próbálták ezt fekete lemezes, háromdimenziós rögzítéssel voltak kísérletek is, de hát mechanikusan ezt nagyon nem lehetett megoldani, aztán ebbe bele is pusztult. De ugye a Moogot viszont elkezdtek modulokat venni bele azért, hogy az is kvadrofon kompatibilis legyen, ugye amíg szemaszmasítod, a legfelső polc az ugye az lett volna, csak aztán ott volt valami, ami hát jön hát ez igen, a Moognak ez a fejlesztési témához tartozó rész volt, hogy én kitaláltam, hogy hát a Moognak a hangzását, vagy egyáltalán a hangzás előállítást azt a Moogon meg lehetne csinálni kvadróba, de ahhoz aha, megfelelő számú erősítő, meg burkolgörbe generátor kéne, mondjuk így, tehát az, amivel előállítom egy hangnak a karakterét. Igen, ami a legeleje az egész. Ez a úgynevezett ADSR a megszólalás. Azt mondjában ADRS, mert ugye a sustain az van legalul ugye a modulban. Igen. Mert ugye, azt nem tudom tulajdonképpen, hogy miért így csinált a Bob Moog, hogy miért ez a logika van, és miért nem ezt terjedt el végül. Tehát miért ADSR és miért nem ADRS, azt nem tudom tudod, hogy miért így van. Nem. Azért van így, mert az AD meg az R, tehát a felfutás, a futás felengedés, az időtartam, míg a kitartás, a sustain, az 1%. És a Moog ezért rakta így oda. Viszont azt mondtam, az ARP cég az oka ennek, ők elkezdték időrendi sorrendbe rakni, és aztán ez ragadt meg, mert az egészetnek ez végül is logikusabb időrendben van, ha így gondoljuk. Hát, a felfutás, lefutás, kitartás, felengedés az úgy logikusabbnak tűnik szerintem. Hát az attól lett bonyolultabb, amikor már nem csak ezek a paraméterek voltak, nem, hanem volt több részre volt osztva, ugye, mert egy valós hangnak nem ilyen egyszerű a megszólalása, tehát sokkal bonyolultabb egy valós hang. Van DADS-el is, de volt például ADS, a minimum például ADS, és akkor tehát a lefutás az egyben lehetett a kapcsolóval tenni, felengedése is. Igen. Most is vannak ilyen szintik egyébként, ahol spórolnak egy potmétert, és spórolnak, és akkor egy olcsó annyival, ja. Tehát ezt csinálják most is egyébként, vagy az ARP 2600-on volt, mert akkor el is te mesélsz akkor, azon volt AR, tehát csak felfutás volt, és felengedése volt egy olyan buklogőben a 2600-ason, ha jól tudom, azon volt egy rendes ADSR, igen. És volt egy ilyen minimál envelop is, azt hiszem, az a kettő volt rajta, jól tudom fejből. Igen, már nem emlékszem rá. Na, visszatérve erre a fejlesztésre, ugye, hogy beszéltünk róla, hogy fejlesztettünk, vagy sem. Rájöttem arra, ugye, hogy akkor ahhoz, hogy panorámázni lehessen, ahhoz két erősítő, két monocsatorna kell, hogy balról jobbra, vagy bármilyen, hogy akkor nekem kell 8 darab erősítő a Moog-hoz, ilyen panel, de annak a működtetéséhez meg kellene 8 darab generátor, burkológörbe generátor, ami gerjeszti ezt a lecsengési folyamatot, meg a megszólalást. Odáig eljutottunk, hogy megvették a 8 darab erősítőt, és utána soha többet nem kaptam pénzt arra, hogy
ahhoz, hogy egyáltalán használható legyen, megvegyék a 8 darab burkolgörbegen eltartás sor. Olcsóbbak, mint az erősítők, ugye? Azok olcsóbbak voltak, mint az erősítők. Mindegy, nem már kérdése volt, az elhatározás kérdése. Amit megvettek, pont nem lehetett használni. Semmi. Az arra volt jó, hogy amikor valami baja volt annak az erősítőnek, akkor kiszedtem a modult és kicseréltem. Kicseréltem mind a háromat, hogy láttam, mert azon abból lehet tudni, hogy érdekesképpen mondom, hogy ugye, hogy vettetek új erősítőket, azok már nem erre a Moog, hanem Moog Music logósok voltak. Na, lehet tudni, hogy átneveződött a cég. Ja, igen, mert a közben már eltelt pár év, és igen, mert akkor már a Moog már és ugye lent az első posztban, a döntött fölött, ott ugye három erősítő van benne abból, és abban már igen. Az új logós van, onnan jöttem erre, kicserélted őket, és fent van a három erre a Moogos. Rájöttem, hogy kicserélted. És akkor mondtam is, hogy kicserélted, ugye. Ja. És akkor végül is tehát összefoglalva, hogy mondjuk a 70-es évek közepétől a rendszerváltásig, a 80-as évek végéig, így amikre visszaemlékszel, meg fel tudod idézni, mik azok a stúdió életében az ilyen legjelentősebb dolgok, amikre úgymond így büszke vagy sikerült elérni, vagy érdekesebb sztori kapcsolódik hozzá. Hát tulajdonképpen ezeknek a műveknek a megszólaltatása, ez volt a másik része a dolognak, mert ez nagyon szép dolog, hogy mi ott csinálgattuk ezeket a kis kísérleti darabokat, hogy ezeket meg is kéne szólaltatni. És akkor sikerült elérni azt, hogy egyrészt ugye, mint rádió, hogy legyen rendszeresen műsor, amelyikben ezek a művek megszólalnak. Akkor valamilyen rendszerességgel, azt hiszem heti rendszerességgel, vagy havi rendszerességgel, nem tudom, volt valami idősáv, este 11 órakor, amikor már senki nem hallgat rádiót, de legalább kint volt az éterben. Tehát ez volt az egyik, hogy ezt meg tudtuk oldani, hogy valami lehetőség azért mégiscsak volt. Aztán kezdtünk ugye ilyen meghívni zeneszerzőket például külföldről is. A szocialista országokon belül volt ilyen csere akció például, hogy a pozsonyi stúdióba ide jöttek hozzánk dolgozni, mi mentünk oda hozzánk dolgozni, mert nem ugyanaz a műszaki feltétel volt, tehát érdekes volt a változást csinálni, meg hát a felvételek megjelenítése, ugye, hogy hangzóanyagként is rögzítésre kerültek, ugye. És milyen volt, bocsáss meg így tehát egyrészt a fogadtatása, amit így visszahallottál a felvételeknek, vagy a megjelent anyagoknak, vagy rátok, és rátok a rádión belül, hogy tekintettek, hogy ilyen, na, itt vannak a furcsa fiúk benne a szobában, akik tekergetik a gombokat. Ez érdekes volt, mert még már évtizedek, vagy 20 éve működött a stúdió egy bizonyos helyen, tehát amikor már véglegesen bekerült, mert egy párszor költözött a stúdió, mint egység, hogy aztán az utolsó 15-20 évet ezt egy helyen húzta le, hogy sokan voltak a rádióban, akik azt se tudták, hogy létezik ez a stúdió. Pedig a folyosón az ajtóra ki volt írva, hogy elektronikus zenei stúdió, de az senki nem nézett arra a táblára, csak elmentek nem. Mellette, és kész. Nem, viszont a zeneszerzők érdekeltek volna, voltak be abban, hogy megszólaljanak a darabjaik nyilvánosan is. Úgyhogy a Filharmónia rendezett koncerteket aztán már úgyhogy a rádióban a szerzők művei szólaljanak meg. És akkor azt élőben koncerten. Hát igen, tehát itt már egy műfaji dolog van, hogy tulajdonképpen hányféle elektronikus vagy elektronikus szúrós zene van. Tehát különböző kategóriák vannak. Ugye a legegyszerűbb módja az, hogy én egy kész konzervet csinálok, amit lejátszok, és mindig igen, ugyanaz. Egy felvételt gyakorlatilag. Föl van véve, az mindig úgy szól. Aztán van olyan, hogy valamilyen elektronikus alapra élőbe valaki hangszerrel vagy hangszercsoport rájátszik, akár egyfolytában vagy megszakításokkal, tehát hogy több bejátszás felvételen, és van olyan, hogy nincs félőve semmi. A szerzővel kitaláljuk azt, hogy milyen effekteket fogunk használni, és a kottába be vannak jegyezve, tehát a hangszeres előadónak a kottájába, nekünk is be van jegyezve, hogy hol, melyik effektnek kell megszólalni, amikor előadja. Tehát élő előadáson a hangszer hangját
módosítjuk. Tehát akkor ezt nevezhetjük, ez a legutolsó talán ilyen kicsit ilyen fél improvizatív... Nem improvizatív, leírt tehát, dolgokat akkor kell művelni. Nem volt. Vagy általában aha. volt, amikor már az volt a feladat, mert ezért nagyon ravaszok tudnak lenni az zeneszerzők, mert nagyon sokszor mondták, hogy hát ezt én nem írom le, de csináljál valami ilyesmit. Hát akkor meghagyták neked úgymond szakmailag a kadencia részt, ami az improvizációt így hát nevezik a komoly igen. zenében. De ők egyébként mondjuk. Azt tudom, hogy ők azért rettegnek attól, hogyha nincs leírva egy csomó minden, amit szeretik kontrollálni. Hát hogy... a zeneszerzők, illetve az előadóknak le volt írva pontosan. Aha. És csak a szerző megbeszélte az előadóval, hogy te itt majd, én nem akarom leírni, de itt csinálhatsz valami ilyesmit aha. ezek a kötődésekkel, tehát meg volt határozva, hogy milyen határokon belül. Hát ahogy a kadenciában is, ugye, hogy tulajdonképpen azt csinál, amit akar, igen. de hát, bizonyos határok fajta, között. Igen. Tehát ne mászkáljon el egyik hangnemből a másikba. Meg bár, igen. Úgyhogy ilyen szempontból szabadon volt, igen. Tehát akkor ezek nagyon érdekes évek. Szóval azért mondom, hogy ez így bonyolult volt, és hát ezt mind csináltuk. Szuper jó, ez nagyon ezt jó. Ezt mind csináltuk. Látom, hogy elkezdve a füllapot. Nagyon mesélszek, és itt a 2600-asról, hogy azt, hogy használtátok, meg aztán a DX7-et? Hát na. a 2600-asról nagyon jókat játszottunk, arra emlékszem. Hát ő az volt mikor a... mikortól volt körülbelül? Hát 78-at láttam a leltárban, emlékszem. Igen, körülbelül igen. Igen, azt nagy nehezen sikerült azt megvetetni, azt nem is tudom, hogy... Ja, hát abból jött az egész, ugye, hogy az szép-szép, hogy itt a stúdióban dolgozunk, de ha meg akarjuk szólaltatni, ahhoz kellene egy hordozható szintetizátor, és akkor ezzel... A Moogot azt nem nagyon lehetett kibevinni. Azt a Moogot nem. Hát nem, az C volt, és nem P, ugye. Igen, hát azt akkor kellett volna szállító munkásokat. Ródik hát, sor került rá, mert a műpa létezett már, amikor a Mandel Robi csinált egy bemutatót tulajdonképpen. És oda lett vízve. És oda, igen, nem a nagy terembe, hanem a hangverseny terembe. Akkor ott ki kellett valamivel hangosítani. A színház teremben, azt mondom, nem hangosítani, a színház teremben. És ott ki volt hangosítva? Ki valamilyen? Volt hangosítva. Tehát, igen. hogy nem direkt jel volt bekötve, hanem a stúdióban igen. nem ki lett hangosítva. Jó, hát nem csak ez volt, hanem sok minden aha. más volt, de ott a Moogot kivittük, és ott... Utoljára még működött, az már az utolsó pillanatokban volt meg, szerintem 2005-2006, vagy talán még később is. Aha. Igen, 2007 után volt, mert már nem működött a stúdió. De akkor a 2600 volt az elsőleges ilyen élőzős szinti akkor, nem? Hát igen, de gyakorlatilag azt hiszem odáig nem fajult a dolog, hogy azt kivittük volna bárhova is, mert kiderült, hogy az nem olyan dolog. Hát én ott összeállítok egy valamilyen kapcsolást, de hát azt úgy nem tudom kivinni, most akkor azt a dobozt beledezelem a kofferba, és akkor ugye elviszem, és akkor bekapcsolom, és szól, és akkor a következő átállásnál mit csinálok? Tehát nem, kell dugni, azt össze kell kötni meg. Nem úgy volt, mint a digitális szintén, hogy elraktam memóriába ezt a beállítást, és visszaraktam. De akkor azt legfeljebb le lehetett fényképezni. Egyébként az ARP-nek is megvannak még a könyveim, meg a patchbook megvan például. Egy ilyen vastag könyvet adnak. Ajánlott pecsek, igen. Ott van. Tehát ahogy a telefonközpontban, csak mondom a hallgatónak, ahogy a kábelek be vannak dugva, különböző színű kábelek, a különféle kibemenetekbe, azt így meg kellett jegyezni. Igen. És hogyha mondjuk vége volt egy számnak, akkor át kellett dugdosni egy teljesen másik. Igen, de a 2600 az ugye más volt, mert az úgynevezett félmoduláris szinti, tehát kábel nélkül is működött egy kicsit. Igen, az kétféle módon lehetett használni, tehát voltak alapfunkciók, amik össze voltak drótozva, és ez úgy bontotta be, vagy bedugta a dugót. Tehát fel lehetett bírálni a gyári összekötetéseket igazából. Hát, vagy mást akartam csinálni. Hát. Igen, tehát ugye ez igazából az volt nekem a gondolatiság, hogy ugye hogy a módulárnak az volt a baja, hogy mivel teljesen moduláris volt, gyakorlatilag teljesen az volt, igen. volt egy-két dolog, kontrollelvezés, ami be volt kötve, de amúgy teljesen modulális volt, mert ugye valójában nehezebb ott használni, ugye, és az volt az ARP-nak gondolatosság, hogy egyrészt kisebb szintit csinál, hordozhatóbbat, és olyat, amit kábel nélkül is lehet már valamire használni. Tehát azt gondolták, hogy ez felhasználó barátabb lesz így. Teljesen user-friendly. Igen, valószínűleg ez így is volt. Azt gondolom, így jó, is volt. Csak ez egy nagyon szép el az oldalról nézve, de ha ezt egy szerzőnek elmeséled, hogy mit szeretne csinálni, akkor azt mondja, hogy felejtsd el. Igen. Érdekes, hogy a 2600-as show, hogy nekem az Ausztávrommal, akinek egy, mondom a nevét, hogy Joey Mezzomo, akinek van a 2600-as vett most a újrakiadás nemrég,
megnézte a széria számát a leltárból, és azt mondja, hogy az egy nagyon ritka változat a 2600-asnak, 2602 egész pontosan, az európai változata a 2600-asnak, amiből nagyon kevés készült egyébként, a 220 voltos táppal, és azt mondja, hogy ő nagyon benne van a 2600-asokban, hogy ez a harmadik generáció fekete alapon narancs színű változat volt a legkésőbbi generáció abból, mert ugye azt hiszem volt a Blue Marvin és Grey Mini, azokat a korai generációkból pár darab készült, aztán volt a 2600P, ami szürke alapon fehér volt, és utána jött a fekete narancs 77-8 környékén. És az ez volt a rádió stúdiója. És valószínűleg ez lehetett a széles szám alapján, azt mondja, hogy fekete alapon narancs színű volt a festése. Hát ez már nem emlékszem. Ez már nagyon régen. Egyébként egy érdekes sztoriként az ARP-nál, hogy a 2600-asnak meg az ARP ödösszínek, ödösszi ugye az volt a többen minimógia az ARP-nak, tehát a ARP 2600-asnak az elméjéből csináltak egy ilyen billentyűs kis szintit, ugye? És az volt ott a balhé oka, hogy az első szűrő, amit csináltak, az gyakorlatilag lemásolták a Moog szűrőt, a Moog Litha szűrőt. És ugye az akkor még szabadon alatt állt, és ez kiderült, és akkor a Moog, hát nyilván szétszették egymást, tudsz, hogy megnézték, mi hogy működik. És ugye ebből azt hiszem lett egy ilyen perrel fenyegetés, talán azt hiszem, hogy de aztán megegyezték, és akkor megváltoztatta az ARP, csináltak maguknak egy saját szűrőt, ami lényegleg úgy működik, mint a Moogé, de nem az volt, és akkor így megoldották így végül is. És a mai 2600-asokon, amiket újra kiadtak, 19 volt egy szíret kiadtak, ilyen nagy eredeti méretbe. Tavaly jött ki, azt hiszem, azt néztük is, Geri, a 2600M, azt hiszem, hogy hívják, az a 80%-os méretű, az korlátlan kapható, és most megint csináltak egy imitációt megint a nagy 2600-asból, az szürke alapon fehér festéssel. Meg vannak olcsó klónok is, ugye? A Behringernek. Ezt megemlítem, ez vicces dolog van velük kapcsolatban, de az, hogy abba beleadták a korai és késői szűrőt, lehet-e kapcsolóval kapcsolni rajta. Persze, van benne mindig is, mert minden. És ez analóg volt? Nem, ez már nem analóg. Teljesen analóg. Nem, teljesen analóg. Amit most adtak ki újra, ez teljesen olyan. Sőt, azt hiszem még a klón is. Az is Van a Behringer klón, ami azt hiszem 250 ezer forintba kerül. Ugye nagyon relatív olcsó ahhoz relatív képest. Olcsó, és az is teljesen analóg. És abban is kapcsolatban a szűrőtéként a perelt szűrő és a nem perelt között, ugye? És az a lényeg, hogy abból is van több változat, tehát a változat az fekete alapon narancs színű, és abban a rózsaszengető digitális, és van abból a limitált verzió, abban van szürke, meg kék, Grey Mini, meg Blue Marvin. Abban nem digitális. Abban eredet igazi van, abban általában válogatott alkatrészek vannak, kicsit drágább, és hogy azt hiszem, ez a Behringer 2600-as, a Tom Annon nézem, legnépszerűbb szinti most, amit 30 szintit eladnak, azt hiszem. Nagyon sokan veszik. Képzeld csak el, hogy a 2600-asnak a amúgy olcsó, de analóg, autentikus klónja a legnépszerűbb hardware szinti most 2020-as években. Most nagy reneszánsza van, és igazából szerintem ez nem is feltétlenül azt jelenti, hogy ennyi ember él ebből, hanem nagyon sokan gyűjtik ezeket, mert elérhető árba kerültek, kijöttek a nagyon kicsi méretű szintetizátorok, ugye a gyártók is rámennek arra, hogy minél többet reklámoztassák. Nagyon nosztalgia, tehát a gyártók nagyon nosztalgiára mennek, minden nosztalgia most már, és a Behringer cég a gyakorlatilag ilyen olcsó klónjai gyártja ezek a klasszikusoknak, pici méretbe, rengeteget eladnak belőle, tehát persze felület szerelt már, mert minden nyilván olcsó legyen. De az anyag, hogy most, tehát ott van nekem a Prophet 10, meg Oberheim OBX 8, a Prophet 10 az újrakiadása mögött, az eredeti Prophet nem csak modernizálva némileg, Oberheim OBX 8 az a régi Oberheim, OBX-nak az újrakiadása, minimum ugye van megint újra. Gyakorlatilag azt beszéltük a legutóbbi. Minden van már abban legutóbbi adásban is Attilával, hogy nem nagyon született újan a nap alatt a szintetizátorok között, így az elmúlt 20 évben. Csak ragozódik a dolog. Igen. És nosztalgia van. Igen. Hát 75-ben nem tudom, mit gondoltatok arról, hogy a 2000-es évek után milyen szintig lesznek, hogy lesznek, hogy... Hát nehéz elképzelni, mert a digitalizálás ugye végtelen lehetőség. Akkor kezdődött talán, akkor első jelei akkor jöttek. De hát a problémákat is ez okozza tulajdonképpen, mert annyira bonyolultá válik, hogy magamfajta ember, aki az analóg világhoz szokott, át kell teljesen állítani az agyát arra, hogy a digitális világban mit lehet és mit kell csinálni. Tehát nekem mindig az analógból jön az, hogy akkor ez így lenne, de ez most nem úgy van, hanem digitálisan. Hát ott már máshogy van. És ott egy kicsit másképpen van. De szerintem én is úgy vagyok vele, hogy azért egy kicsit az ilyen egészséges, már bocsánat, tehát hogy az egy tök jó hozzáállás a digitálishoz, hogyha az ember tisztában van az analóggal, hogy működik, meg mi a különbség? Igen, tehát hogy ez az egész hangoszcillátor, meg hogy a feszültség, meg mi egyéb, hogy működik, mert utána a digitális is sokkal egyszerűbben fogja. Hamarabb fogja megérteni. Ez az. Éppen ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen a digitalizálás az beszűkítette a lehetőségeket. Mindenféle vonatkozásban.
Mi ezt saját praxisunkban találtunk ki, mert az egyik koncerten például, amit szerettünk volna eladni, egy Svédországban készült darab, de a darabot még a 70-es években valamikor csinálta az illető zeneszerző, aki nagyon trükkös módon használt, azt hiszem 3 vagy 4 magnetofont, már nem tudom pontosan, mert ugye akkor a sebességmód variációkkal nagyon sokat lehetett szórakozni. És a darabját úgy csinálta meg, hogy ezek a magnók különböző sebességgel jártak, és amelyik ugye gyorsabban ment, az egy ilyen dobozba gyűjtötte a szalagot. Uh-huh. És a következő, majd valami később valamikor más sebességgel ment, akkor az másképp használta el, aztán ment így végig tovább, és ez egy ilyen effekthalmaz jött össze, ugye, mert szólt a késletetett anyag, meg szólt a másképp transzponált anyag egy időbe, és még amit fölvett a szalagra, az is közben az egy leírás volt. Na most ezt meg kellett volna csinálni az effektet digitálisan, és nem tudtuk megcsinálni. Ez biztos, hogy nem lehet. Nem tudtuk megcsinálni. Ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy ilyen mintavételi, tehát egy szempler hangalapú szintetizátor lenne, és plusz még olyan granulár effektekkel. Annak a szemplernek el kellett volna tenni, nem tudom mennyi ideig azt a hangmintát. Nagyon bonyolult. És nem úgy, hanem folyamatosan. Persze. Tehát nem egy mintát elrakni, vagy valamennyit, hanem az folyamatosan szól, és azt el kellett volna rakni, és annak valamikor folyamatosan vissza kell jönni. Más sebességgel. Hát ezt így nem is tudom elképzelni, hogy lehetne. Ez nekem egy ilyen minta volt, mert egyszerűen én is azt mondtuk, hogy hát dehogy nem, ezt nagyon, ma már meg tudjuk ezt csinálni. Nem tudtuk megcsinálni, és ez nem az egyetlen dolog, mert nagyon sokáig, még a mai napig is a élő előadásoknál a Yamahának volt egy effektberendezése, a revötös. Lehet, egy család volt. Zengető volt, ugye? Hát nem zengető volt, az zengetni is lehetett. Tehát egy többfajta effekt volt benne. Multi-effekt, azt mondom, hogy mondják. Rengeteg effekt volt benne, ráadásul az programozható volt, tehát ez digitális volt. Tehát különböző paramétereket, késletetési paramétereket, visszacsatolásokat, ilyesmit nagyon bonyolult. Tehát ha valaki nem kész programokat akart használni, hanem saját effektet kitalálni, akkor azzal ele kellett játszogatni egy darabig. Aha. Hogy és egyszer megadta magát ez a készülék úgy, hogy abban van egy ilyen backup elem, ami egy ilyen hosszú életű mangán, vagy mit tudom én, milyen elem, most már az elég hétköznapi dolog, meg trafikba is árulják az elemet. Na, az, ami a memóriáját életbe tartotta, hogy amikor nincs hálózatban bekapcsolva, akkor menjen. És sokáig nem volt használva hónapokig a hűzés, mert már vagy 10 éve benne volt. És akkor egyszer csak észrevettük, hogy hoppá, hát ebben nincs memória. Elszállt az egész. Kifogyott az elem. Na most az volt a szerencse, hogy voltak olyan művek, ahol én leírtam, én úgy vagyok vele, hogy digitális világban az a legbiztosabb, ami ki van nyomtatva, vagy le van írva. Tehát én néhány fontosabb darabnak a paramétereit, a programoknak a száma szerint leírtam, hogy ilyen beállítások, stb. Így, hát a finomításokat nem, de hát azt már élőbe. És így vissza tudtuk hozni, mert kicseréltem benne az elemet, és akkor utána újra működött, és ezen okulva, hogy ez így bekövetkezhet bármikor, mert betolik az elem, vagy valaki már, én már nem tudom, hogy kinek a kezébe lesz, és nem tudja, hogy mit kell vele csinálni, hogy ezeket digitálisan próbáljuk meg megcsinálni. Van a digitális programozásnak egy nagyon jó ilyen szoftvere, ez a Max című valami. Max MSP. Igen, az videótechnikában is használják. Mindenhol már, igen. Igen, átfogó teljesen. És ennek a segítségével próbáltuk meg egy guruval, aki benne van ebbe a témába, hogy néhány egyszerűbb effektet, nem késletetési effektet, vagy ilyesmit, amiket használni akarunk, hogy ott hogy lehetne megvalósítani, hogy legyen ez meg akkor digitálisan, és akkor nem kell attól félni, hogy most meddig marad meg. Nem tudtuk megcsinálni. Nem tudtuk megcsinálni. Valami hasonló kijött belőle, de nem szólt úgy, ugye nem a lapos volt. De nem is úgy működött. Talán nem is az, hogy úgy szól, mert én úgy érzem, hogy a digitális maga hang, mondjuk egy oszcillátor hang, most már nagyon jó. Mostanra már van olyan jó, mint
ha lehet ezt mondani, hogy jó. Tehát egy kicsit mindig valami más vagy a karakter, de hogy tud annyira egy ilyen életteli hangot produkálni, egy digitális dolog is. Talán amit mondasz, hogy ezek az analóg funkciók, amik annyira szépé teszik, meg működővé ezt a klasszikus hangképzést, meg funkció tárolást és előhozást, ezek azok, amiket nem lehet digitálisan így reprodukálni. Mert ebbe az analógban benne van maga az ember, a technika, igen, a szallag, a hogy nyúlik, mit csinál vele. Tehát valahogy ez még mindig jobban egy igazi hangszerre emlékeztet, mint egy digitálisan leírt jelszó. Én erre mondtam azt, hogy a digitális az tulajdonképpen egyszerűsítése a folyamatoknak, mert az analóg technikában egy ilyen dolog az teljesen magától értetődő volt. Hát ez így működik, és kész. De a digitálisan ezt hogy tudom reprodukálni? Tehát ez, igen. Erre egy algoritmus, ki kell találni egy algoritmust is, ez még mindig csak egy mozzanat, és még hol van akkor az összes többi. Hát végtelen ugye az analógban a variációs lehetőség, mint ahogy a bakelit lemezen is a kis vájatok, ugye, azok ilyen eszetlen hangminőséget, meg hangterjedelmet tudnak meg a mai napig produkálni. Bizony. Sokkal inkább szélesebb hangterjedelmű, mint egy digitális CD. Hát a digitalizálással akár bevalljuk, akár nem, rengeteg adat eltűnik egyszerűen a hangzásból. Sajnos a mai fülnek már nem is hiányzik nagyon ilyen vágyfülű emberek azok, akik meg tudják állapítani. Én is meg tudom állapítani a CD-nek az elég otromba hangminőségét, amit marha jónak találtak annak idején, hogy az mennyire nem az analóg. De már ne is maradjunk ott, hogy a CD mennyire otromba, hanem ugye manapság már mindenki a netről hallgat zenét. Spotify-ról. Na és ott mi van? Hát az meg... Az egy nyomorított hang. Ugye hiába írják rá most már Spotify-on is, meg Apple Music-on is föl van, hogy a minőséget van, ez az új, ez a lose lesz. Tehát, hogy... Lose lesz, veszteség. Lose lesz, bocsánat, nem lose. Lose lesz. De lehet így is. Lose lesz. Tehát, hogy veszteség nélküli hangmintán alapul, hát nem. Tehát, hogy az talán max. És speciál pont pár hónapja volt az, hogy egy olyan, mond nekem egy lemez meg CD-n, és megakadtam Spotify-on, és elborzadtam. És a CD és a Spotify között is mekkora különbség van? De én most pont belefutottam egy ilyen problémába, ez nem a reklám helye, de jövő héten kezdődik a Nádor teremben egy 8 napos ilyen elektronikus zenei, illetve elektroakusztikus zenei koncertsorozat, és ahhoz én gyűjtök anyagokat a régi felvételeinkből, és ahhoz, hogy számítógépen ezt én produkálni tudjam, hát az azonos minőségre kéne hozni a különböző más mintavételével, más bitmérséggel készült felvételeket, ahogy időközben ötletszerűen változtak, vagy szükségből változtak, és hogy akkor most ezt egy formára hozni, és bizony ez a lossless sima WAV formátum, ez a, aki nem tudja, az a hangfájloknak ez a szabvány neve. Igen. Tehát, hogy egy ilyen szabványos WAV-fájlt létre tudjak hozni, ez bit és mintavétel konverzióval át kellett játszanom az összes felvételt, és az, ami nem részletezve magyarul, az, ami egyszer, mondjuk egy egység volt a felvétel, az most két egység memóriát foglal el, és annyival nagyobb helyet foglal a lemezen. Hát és ez csak annyit jelent, hogy konvertáltam, hát biztos, hogy nem a veszteség nélkül, mert ami már egyszer 16 bittel, mint a vételezővel 44 kHz-en, abból már nem lesz... Hát az már nem. Abból már nem lesz jobb. Szóval azért mondom, hogy nekem erre szükségem volt, és azért az igazi loss lesz, az azt jelenti, hogy hatalmas méretű fájlokat kéne gyártani. 64 bites is van egyébként, 32-64 bit. Hát meg 190... Az a lényeg, kicsit lefordítva így az átlag hallgató számára is, hogy ezt valóban meg kéne tapasztalni egyébként mindenkinek, mert én úgy gondolom, hogy az átlag, nincs olyan nagy átlagfülű, tehát az átlag zenehallgató ember is érzi és érteni tudja a különbséget, hogy mi e között a két zenei fáj között a különbség minőségre is. Nem véletlen kazetták és a lemezek reneszánszokat élik utóbbi 10 évben. Persze. Nagyon sokan gyűjtenek ki megint bakelitet, és nagyon sok zenét adnak ki megint. Igen, úgy nagyon sok új zenei bakelitet, meg kazettán, igen. Igen.
És... Ami szintén furcsa lehet egyébként. Így, István, neked biztos furcsa lehet, hogy ez is visszajött. Minden visszajött, ami régi hát, volt. Hát talán olyan nagy erővel nem jött vissza. Nem, de megvan azért. De létezik, még kazettát is tudok gyártatni. Magyarországon is van. Mondtad, igen. Meg lemezt is mondtad, azt hát is lehet vágni. Vágjanak lemezt is, persze. Igen, igen. Úgy egy ideig nem vágtak, azt hiszem, egy 10-20 évig nem is vágtak egyáltalán, a kazettát sem csináltak. De mindig voltak. Valaki csak mindig nem annyira fölkapott dolog volt, de lehetett lemezt vágatni. Szóval visszatérve akkor... Még a DX7-ről egy kicsit nem tudom, hogy tudsz-e mesélni. Belefér még a DX7-ről egy kicsi? Belefér még a DX7-ről. A Yamaha, ugye? Yamaha DX7, igen. Az volt még egy ilyen... A sláger szinti volt akkor. Egy ilyen korszakalkotó sláger szinti, ami talán először így, tehát nem először, de ez egy nagyon populáris volt, nem csak zenészek körül. Nagyon igen, sokan beszéltünk vették. Róla az előző adásban, de akkor szerintem egy pár mondatot mondjunk róla, ugye a 83-ban jelent meg. Ez volt az első elérhető áru digitális szintetizátor, ugye FM szintetizátor, de valójában egyébként amplitúdó moduláció szintén, de most ebben nem menjünk bele. Tehát nem pont egy kicsit másfajta kép. Felhasználó számára ez. Igen, és ahogy megcsinálták, nem volt felhasználó barát, ugye az egyszerűsítés miatt, de ez viszont azt a vicces dolgot hozta magával, hogy sokan hangszíneket gyártottak hozzá Macintosról, mert volt hozzá szoftver, szerintem nektek is meg volt hozzá szoftver, és ezt eladták, és akkor ilyen kartridzsekbe, tehát ilyen memóriákba adták, és akkor jó biznisz volt ezeket árulni, szerintem ti is lehetettek is ilyen hangszíneket, gondolom ti is. El is vesztettünk egy csomó. De ahol is a cartridge-ben vagy, mert nem tudom, egy piszkosú jó szinti szerintem, iszonyatosan sok lehetőséggel, hogyha van emberek olyan felhasználni, feltétlenül ki tudja azt használni, szoftver az... Szerintem majd rakunk be példákat, a 80-as évek minden második amerikai filmzenéjében van DX-et. Igen, de mindig csak az a tizenvány gyári hangszín közül valamelyik. Na, a hangszíneket ezt hagyjuk, mert a Yamaha DX-7-esnek a hangszínei azok nagyon szépek voltak a 80-as években, gyönyörögek voltak. És azok jöttek nem a DX-7-es, hanem jöttek az újabb digitális szintig, a Yamahának a különböző... TX-ek, meg a... Meg, hát azok nagyjából egy időben meg a Rohannak volt a D50-esek később. Jöttek szépen, de, és mindig a Yamahának is jöttek az újabb és újabb szintetizátorai, nem tudom melyiket később is hallottam már. És akkor hallgatom a hangmintákat, és de ismerős ez, mondom. És kiderült, hogy hát ezek a hangminták ugyanazok, amik a DX7-esben már megvoltak. A chip van benne, ugyanabban a chipből csinálták. Hát, csak variálták. A külsőt mondjuk. Hát sőt, külsőt, István, nem tudod, de például a 90-es évben voltak ilyen szántógépes hangkártyák, hogy Sunblaster hangkártyák, azokban is a DX7-nek a chipje volt gyakorlatilag. Hát ezt nem tudta. A játékkonzolban volt a Sega Saturn, vagy meg a Drive, amelyikben volt, azt hiszem, abban is volt a Yamahának a DX chipje volt benne. Tehát ezt nagyon sok felhasználták ezt, tehát eladták másoknak, használtak azok is a Yamaha chipeket, tehát hogy tizenvány évig mindenben gyakorlatilag az volt. Szóval mi megtréfáltuk azért, vagy igyekeztünk megtréfálni a Yamaha gyártóit, mert bele lehetett nyúlni ott a modulációs dolgokba, ott azért, ha az ember elmélyült ott a gombok nyomogatásával, és átalakítgattunk azért egy pár hangot, és ezt memóriába el lehetett rakni. Hát az fájdalmas lehetett. De nagyon nehéz volt annak a menüjét kezelni, ha jól nagyon emlékszem. Nehéz de mondtad, hogy volt akkor szántógépes szoftvertek hozzá később, ugye, Macintosból? Hát én nem foglalkoztam bele annak komolyabb problémák voltak, de egyéb készülékekkel, szóval tudom, hogy létezett, mert mi is már nagyon utáltuk már azokat a hangszíneket, amiket gyárlag adtak hozzá, és akkor kinéztük, hogy melyikből lehetne valami olyasmit csinálni, ami nekünk kell, és akkor ezt egy kicsit agyusztáltuk. Nem tudom, de Gerita biztos tudom, van a Dexed, tudom, még a Dexed nem, egy ingyenes VST, ugye szoftver szinti, ami nyílt is forráskódú, ingyenes, és DX7 hangokat betölt, elment, és vissza tudjál tölteni DX7-be. Egyben DX7 emulátor is. Hát egyébként szóval zseniális hangszer hihetetlen volt az a maga idejében most benne. A cikizésektől eltekintve, de az már a jövő miatt van, mert azért annak a mintájára azért sokkal jobb szintiket is jelentek. Hát az alapozta meg az első olyan felhasználó barátság felé haladó szintetizátorok hullámát, hogy tényleg egy csomó mindent már tudj elrejtettek. Hát meg más modulációs rendszerekkel, mert igen. Ez FM modulációval működött, és rengeteg, sokkal korszerűbb modulációs rendszert dolgoztak ki, ilyen wavetable szintézistől kezdve. Ja, az a PPG-nek volt főleg egyébként. De egyébként az a szomorú, ezt mondják sokan a DX7-tel, ugye, hogy mivel olyan felhasználó felülete volt, amilyen, emiatt az FM szintézis valójában nem ragadt meg a zenészetnek. Ez visszatértek a szubtraktív szintig egy bő 10 éven belül, még 10 év se kellett hozzá visszatérjenek. Ugye? Persze. Igen. Mert a zenészek azt értették, ezt nem értették, mert a interfész nem volt jól megcsinálva hozzá. Hát egy kicsit másképp. Az a lényeg, igen. Hogy másképp kellett a hangokat pedig vele. Nem annyira bonyolult bele. Te is mindenképpen tudjátok, nem bonyolult az egyébként. Tehát valójában annyit csinálsz, van egy vibrőjed, arra rámodulálsz, gyakorlatilag egy ilyen szupergyors vibrátó vagy tremolóról beszélünk, azzal csinálunk túlnosokat. Lényegileg nem bonyolult koncepció, csak ahogy
megvan csinálva a vezérlése, most már szoftver szintén megcsinálják értelmesen, de a hardware szintén nehéz megcsinálni azt még mai napig, hogy könnyű legyen használni egyébként. Nem figyelj, egyébként szerintem most, ha már így szakmailag belemegyünk, az Elektronnak volt a legutóbbi digitónja, amit szerintem tök felhasználó baráton lehetett a hangokat csinálni. A Kornak van, azt hiszem, Modivnek hívják még? Azt én nem néztem, megmondom őszintén. Az is mondják, hogy jó. De ez most megint feljött, hogy az FM-et is használják szintiben. Igen, de észletetnek az ára elkezdett felemelkedni, én most elkezdett osztagi azt is, meg a Rolandi 50-es, Rolandi ID800-as, ezek mind ezek a korai szemperek, digitális szintig már elkezdett felmenni az árok. A Boti barátom, aki egyébként emelgette, és sajnos nem tudott eljönni, mert most éppen az egyik három együttesen van neki, azt hiszem, és egyikkel most stúdiózik, nem tud eljönni, üdvözöl mindenkit egyébként itt távolról is. Így ismeretlenül. Hogy, igen, majd emeltek legközelebb el fog tudni jönni, hogy most gyorsan csapott még egy DX7-re itt tavasszal, mert már mentek fel az árak, és akadt szerint. Tehát sokáig ilyen 100 ezer forint körül voltak, 120 ezer forintért. Igen. Most már kezdtek felmenni a DX7-ek. Nosztalgia elérte azt is. Annak ellenére, hogy a szoftver szintik, amik vannak, az speciál exaktum, a digitális exaktumra tudták emulálni. És nincs különbség hangba, de valami mégis el akarják venni az eredeti DX7-et. Egyébként a DX7-es sztorihoz tartozik nekünk is egy ilyen sztorink tulajdonképpen, hogy lett nekünk DX7-esünk a rádióba. Na hogy? Hogy nekem a egyik hangmérnök kollégám a Kerper Péter volt, az, aki a Kerper Robertnek, aki a műszaki igazgatója volt a televíziónak. Aha. Mikor megjelent a DX7-es, akkor nem tudom, hogy hívták már ezt a vállalatot, amelyik forgalmazta ezeket. A Rákóczi úton volt egy mintaboltjuk is. A Yamaha, ugye? Nem. Még előtt, nem volt. És hangszerbolt volt tulajdonképpen. Uh-huh. De hogy az a Külker cégbeik volt, amelyik ezeket a cuccokat beszerezte, mindegy. Egy ilyen rugalmas gondolkodású ember volt, azt mondta, hogy hát a televíziónak kell neki egy ilyen DX7-es, mert hogy ott ők is ott kicsit babrálnák a különböző effekteket, és azt mondta Péter, hogy hát akkor vegyünk mindjárt kettőt a televíziónak, és akkor megvettek két DX7-es, a televízió megvette, és utána azt mondták, hogy most akkor ezt az egyiket átadjuk a rádiónak. Fizessétek ki. Úgyhogy így lett nekünk DX7-esünk, mert nem vették volna meg. Az jó. Hát az jó, akkor így házon belüli eladás volt. Még gondolatom, hogy belefér még egy gondolat. Magyar. Hogy nemrég pár hete vagy hónapja olvasgattam a zenész fórumokat, angol nyelvőket, és ott igazából pont erről beszéltek egyébként, hogy a DX7 kinyit az analógot, ugye ezt mondjuk így gyakorlatilag így volt. Hát a szintiket, igen. Szintikbe. És ugye ezt mondják, hogy utóvisszanézve ez badarság volt a zenészetnek eldobni az analóg szintiket ezért egy szintek a kedvéért. Nyilván Yamaha marketingen nagyon jól működött, meg ugye nyilván benne volt az a szempont, hogy sok zenész valójában akusztikus hangot akart emulálni, és nem szintetizátorozni akart valójában. Hát akkor ez volt a nagy menőség. És a DX7 ez egy lépés volt e felé. És a DX7, ezzel beszéltünk szerintem az előző adásban, a DX7 egy lépés volt e felé. Szóval ugye a Korge megy, azt is tudod biztos, és játszottál is rajta szerintem. Jöttek már azok a nagyon realisztikus hangú szemperek, mert fizikai modellező szintig. Ezek az emberek elmentek workstationozni, és egy külön szegmensével álltak a piacnak. Ugye ők azok, őket úgy szokta hívni, hogy ők a billentyűsök igazából. Yeah. Tehát ők játszanak. Vannak a kockák, akik meg ugye tekergetik a szintiket, viszont mindannyian azok vagyunk, Geri, te vegyes vagy. Én elkezdtem az egészet, és behúzott, akkor az a Rolandnak volt a 90-es években, bejött a Sound Canvas nevezetű SCC1-es vonal, amikor engem ugye a klasszikus zongorából, meg zenéből, meg még jazz-t hallgattam, az fogott meg, hogy úristen, lehet szaxofonon játszani, szintén, meg lehet te is akkor innen jöttél hegedűzni, és akkor nem a szintetizátor vonaláról kerültem be. Tehát nekem azután évek hosszú munkája volt, hogy fölismertem, hogy ez egy teljesen megkülönböztethető másik világ, ez az ilyen zeneszerzős, akarok nagy zenekart játszani billentyűvel világ, mint ami a hangképzés, az elektronikus így van, hangképzés. És pont ezt történt 80-as évek végén, hogy ez igazából mondtad, letisztult ez a dolog igazából. Tehát a analóg színeket eladták Bagóért, és megvették a underground zenészek, a technósok, meg house-osok, ilyesmik, ja. És új műfők születtek ebből. Hát egyébként ez annak idején, hogy a zenészek még jó esetben tudtak zongorázni valamennyire, de ahhoz, hogy a szintiket programozzák, ahhoz nem annyira, hogy voltak emberek, akik azzal foglalkoztak, hogy programokat írtak. Ja, tehát csinálták a programozható szintikkel. És úgy visszatérve erre, hogy a DX7-nek a megjelenése mit váltott ki, hogy annak idején a Prophet milyen nagy szinti volt. Igen. Az ott az első memóriást analóg szinti.
ami ez az, működött. Szóval az volt az, amelyikben azt hiszem, hogy nem tudom hány diszkrét 6-8-10 hely, memória hely volt. Nem, volt benne a 128, azt hiszem 64 volt benne, azt a 128. Hát biztos fejlesztették. De az a lényeg, hogy el tehát ilyen képszerűen egy beállítást el lehetett menteni, amit gombnyomásra vissza tudott hívni. Igen. És ez azért ez egy nagy ellenfele volt a digitális szintinek. Hát de ugye a Prophet az 78-ban volt. De hát azt kinyírták, mert... De a DX-78 meg ugye 5 éve később volt, 83-ban. Mindent lenullázott ugye az gyakorlatilag, és ugye pont ez a lényeg, hogy itt vált egyértelművé, hogy valójában van igény analóg szintikre, csak hogy a gyártók csak a, nem tudom, a gyártók ezt figyelmen kívül hagyták sokáig is. Ugye igazából 2010-es évekig nem gyártottak nagyobb számba analóg szintit újból, tehát inkább a régi szintiket adták, vették, azoknak ment fel az áruk, ugye voltak ilyen vétel analóg szintik 90-es évben, amik ugye digitálisak voltak, de analógot próbáltak utánozni, akkor még nem annyira nagy sikerre, ugye. Ezekkel szerintem te találkoztál is, Geri, ezekkel még az elején szerintem ezekbe belefutottál, a JP8000-be, ilyesmibe. De hogy így... JV sorozata Rolandnál, akkor... Abban is volt ilyen funkció, igen. Ilyen, Nordok. Neked van is Nordod, vagy már nincsen? De van. Na, az is egy ilyen szinti példa, a Nord is. De hát ezek mind színpadra készült. Még a Moog is a Norddal dolgozott a 70-es évek második. Nem, ez nem az a Nord, ez másik Nord, ez egy svéd cég 90-es évben alakult. Ja, ez nem ugyanez. És dobgépeket csinált először a Nord egyébként. Igen. És ugye, hogy mégis azzal volt te a zenész fórum, az volt te a zenész fórumok, hogy bezzeg a régi szintik milyen jól szóltak, és hogy ezek mennyire nem olyanok. És jöttek ugye az Arturia szoftver szintik, az aztán legjelentősebb ilyen cég, aki azt csinálta, most már van neki, vagy 30 szoftverük legalább, effektekkel, és nem csak szintikkel, mert most már Rhodes-zongákat is emulálnak, meg Hammondot is, és hogy ugye ők még Bob Mooga is így dolgoztak, legalább csináltak egy Moog modulár emulációt, amiként összesodtam igazi valaki nem szól úgy. Egymás mellé tettem őket, és egyértelmű volt. De az a lényeg, hogy a 2000-es évben már a piacot, szoftver szintű piacot, szerintem mondhatjuk, hogy az emulációk után uralták egyébként, és ott is elment a vita, hogy nem szól ez úgy, a fiatalok nem tudják, de nem is így szólt valójában, egyfajta ez ment, és a kor volt az, aki ezt megállta ebbe a lehetőséget, hogy csináltak ezeket a monotronokat, lehet, hogy ezeket láttad is fel. Ilyen 13 000 fontos pici kis szintiket csináltak, amik analógok voltak, képzeld el, de monofónak is analóg szintik, ezek nagyon nagy sikert arattak, és akkor a kor visszahozta az MS-20-as kismérbe, azt lehet, hogy láttad már MS-20-asnak az új változatát. Aztán itt az Arturia, ugye ők egy új szoftverből hardware cégé is váltak, most már nagyon komoly analóg szintjék vannak Arturiának. Ez is itt, hogy szoftver cégé, hogy IT cégé, hogy lesz egy hardware szinti gyár egyébként. Ez egy, az a másik részben kitehettünk, mert ez vicces dolog. És nagyon érdekes dolgokat csinálnak egyébként. Ők is elkezdett csinálni olcsó analóg szintiket. Jött a Dave Smith, ugye ő csinálta a cégét, csak nem hívatták Sequentialnek. Ő csinált akkor 2015-ben, emeltette már viszonylag az elejére a Prophet 6-ot, ami a Prophet 5-nek egy ilyen modern változata, első vintage stílusú analóg poliszinti, hosszú évek után, nagyon nagy érdeklődés volt, mindenki erről beszélt csak egy évig legalább, vagy két évig szerintem, aztán jött még ugye más szinti is utána, és ugye 10-es évek közepétől fogva ez az analóg reneszánsz teljesen beteljesedett, mondhatjuk így is, és most már az a filozófia, hogy nem vagy lagos digitális analóg, hanem és, vagy kevelvel is lehet. Hát ez örökké így lesz szerintem, a gyártók mindig kitalálnak valami újat, és azt elkezdik nyomni, és hát, akkor közönségbe azt fogja venni, mert hú, ez az új. De most szerintem az a különbség ahhoz képest, régi időköz képest, hogy most már azt mondják, hogy igazából legyen minden, és akkor lehessen választani. Hát de hát ez igazából, én annyira nem szeretem a gyártókat, mármint abból a szempontból szeretem meg minden, hogy fejlesztenek, igen, de hogy igazából a gyártók egyetlen célja az, hogy eladjanak nagyon sok szintetizátort, és ők mindig megpróbálnak valami olyasmit tolni, amire úgy érzik, hogy rákapnak, igen. És trend lesz belőle, és akkor lehet tolni, és eladni. Igen, de olyan nem lesz szerintem még egyszer, hogy mondjuk az egyik eltűnik a másiknak a javára, olyan nem lesz már szerintem még egyszer. Nem, mert már mindenki gyárt mindent, és nincs meg az, mint az elején. Mindenkinek megvan a maga piaca, a helye, tehát most már ez más világ, mint az esetben. A Moogit rontotta elő annak idején a 70-es években, hogy ő nem volt jó üzletember. Igen, nem zseniális fejlesz... dolgok, de az üzlethez nagyon naívan állt ehhez a piachoz. Ő maga mondta, hogy nem volt üzletember, és nem hát igazából hozzá. A másik a bukla se volt. Hát nem, el is tűntek. Tehát, igen. El is tűntek, szóval... De a Moog visszajött aztán, ugye? Hát azóta... visszajött, most a mai napig létezik, én állandóan igen, olvasom. Igen, de most baj van, mert a Gerivel beszéltük, megvette egy multi. Igen, kifogytak a pénzről. Úgyhogy most a Moognál kiderül, hogy mi lesz, szerintem nem lesz jobb. Tehát, azt hallottuk, hogy a gyártás része átmegy Tajvanra, kirúgták a dolgot. Énnel kezdve mindig a pénz megszerzés lesz az érdekes. Igen, igen, tehát mi azt hallottuk Gerivel, hogy Tajvanra átviszik Amerikába a gyártás egy részét. Gondolom, hogy a minimum modulárt azt majd hagyják Amerikába, meg a tervezést, és már kirúgták Amerikába a dolgozók 30%-át. Na jó, de a Moogban is milyen alkatrészek vannak? Kínaiak egyébként most már. Tudom, én voltam szereltetni pár
pár éve, amikor még megvolt egy újabb ilyen Grandmother Moog-om. Hát amelyiként Mogudárnak a hangzását ott is mondta a szerelő, aki szétszett, hogy hát ebbe azért ezek a potméterek, amilyen minőségűek, ő inkább kicserélné azt a, egy jobb minőségűre. De azt került akkor 350 ezer forintba, azt hiszem, hogy mennyibe akkor, amikor vetted, nem? Hát, okay. Most még van 480 körül vannak, azt hiszem. Szóval nagyon szépen köszönöm a vendégeimnek, hogy valamiféle szinten kis bemutatást kaphatott a hallgató abba, hogy milyen volt a Magyar Rádió elektroakusztikus stúdiója, hogyan indultak el a kezdeti években, és hogy mivé fejlődött. A következő adásban meghallgatjuk a stúdió sajnálatos végét, tehát hogyan ért véget sajnálatosan a stúdió, és amit nem tudom, mikor veszünk föl, majd egyeztetjük. Majd fölveszünk. Azt is én nagyon örültem, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm szépen a történeteket. Várom, hogy folytassuk a legközelebbi adásban. Köszi szépen. Szívesen. Sziasztok. Sziasztok.